Hello, Csácsomi csörtész a csokoládét, szavaztok gyerekek, örülök a csatornám, mi újság van, Keeper megérkezett, folytassuk tovább a kalandokat, és különne csinálni egy-két dolgot, figyeljetek, már ki is találtam, hogy mit kellene a mai csodálatos részben csinálni, jó, ez az egy húst majd megfőzzük később, most ezt ki fogjuk kapcsolni, mert volna jó egy csomó dolgunk, figyeljetek, föl kéne tölteni kaját, piát, mindenne, egyébként most megnéztem gameplay-en kívül, hogy mi kell ahhoz a Yuka smoothiehoz, hát ezt nem fogunk csinálni, hát ezt rájöttem, tudnék csinálni, képzeljétek, megvan a recept, meg minden, csak tudjátok mi kell hozzá, hógolyó bazze, hógolyó kell ahhoz a smoothiehoz. Nem tudom, honnan tudnék venni hógolyót. Egy helyről tudsz venni hógolyót. A fő izéről, ugye a havas területen, hát nincs havas területünk, úgyhogy a hógolyót azt így keményen el lehet felejteni. Szóval sorry gyerekek, de hógolyóval ebből szolgálhatunk. Na, iszunk, eszünk minden ilyesmi, egyébként kész piára azt a Varian smoothie-m, vagy nincsen, jó, azt már is el is ettem, ittam, ugye? Viszünk egy-két dolgot, azt a fát azt lehet, hogy nem fogom vinni magammal. Viszont izét azt javító készletet ezután valószínűleg, hogy cipelje a keepernek magával, mert ja, itt közben annyit csináltam, hogy ezt a pálcát kiütöttem, az véletlenül inkább ezt is, aztán izé újra raktam, azért volt nálam fa, szóval nem csinálok semmi olyan, ami igazából nem releváns, csak annyit csináltam, meg egy kicsit vártam, hogy menjen az időre, az legyen, hogy itt kelljen nézelődnünk. Na, figyeljetek, kitaláltam egy-két dolgot, hogy mit kellene csinálni, és hogy mivel tudnánk eltölteni a következő, vagyis a várjál, akartam ezt, hanem egy ilyen 150-es pakkot vigyünk, a másikat ne. Jó, ezt viszem, azt a húsit, meg azt a kis vizet, legyen nálam. És én is fogok indulni, és az lesz a projekt, azt találtam ki, hogy elmegyünk vissza a régi bázisunkhoz. Onnan el kéne hozni cuccokat, viszont hogyha már egyszer arra járunk, akkor az itt, srácok, hogy lehet, hogy Jenny-nél megcsinálunk, leformolunk egy csomó questet. Ott ilyen jó könnyű questek voltak, bár ott is tier 3-asok most beugranak, de ugye ott igazából nincsenek olyan nagy épületek, meg nem tudom, aztán talán akkor egy kis fejlődés, egy kis farmolás jó lenne. Nagyon gyorsan ott tudtunk questeket csinálni. Jó lenne, hogyha még tudnánk, meg menne itt a projekt. Az a baj, hogy megmondom őszintén, ez város, ez hirtelen epic nehéz lett, nem? Nem így, ti nem így látjátok, hogy epic nehéz lett ez a város? Na nézzük. Itt még vannak cuccaink lenne egyébként, amik igazából annyira nem fontosak. Nem is kellenek. Megyünk akkor haza, olyan. Márkolok egyet a térképet a régi bázisunkhoz. Amelyik azért annyira túlzottan nincs is messze. Figyeljetek valahova ide. És akkor torony iránt lecsalunk oda, oké, gyerekek? Ja, ez alatt részben nem valami hatékonyak, nem voltunk valami pragmatikusak, de majd megpróbáljuk most egy kicsit összeszedni magunkat. Ja, bazze, hát ez alatt rész az kemény volt. Mondtátok, hogy írtátok, hogy még ennél keményebb lesz, úgyhogy kössem fel a gatyát, meg igazából menjek rá az armorokra, menjek rá a fegyverekre, meg minden csuda dologra. Figyelj, ott van egy vaddisznó, ami meg úgyis meg fog támadni. Legalább kipróbáljuk a fején a izajét. Gyere ide, barátom! Ja. Nem rossz. Azzal nem vagyok kibékülve. És ez nagyon furcsa lesz, hogy úgy üt bazzen, mint az ólommadár ezzel a izajével. Ezzel a hammerrel. És ezt nem is tudom gyorsítani már sajnos ennek az attack speedjét. És az acéllal még rossz, még nagyobban vagy lassabban fog ütni, akkor tényleg még vissza fog menni, komolyan mondom, a kőre. Nem értem ezt, hogy ez miért ennyire kaksi. Na, visszamegyünk oda. Összepakolunk meg minden, kb. 4 órára talán végzünk. Az mi az a rendőr zombi? Nem, az nem, az a hasonló, mint a rendőr zombi. Hello! Futi, szedd a lábodat! Jó. Lol. Oké. Okay. No problémo egyébként, minden oké. Okay. Izéket is el kellene hoznom, azokat a kertészkedős cuccaimat, meg igazából az tök jó lenne, hogyha megcsinálnám azt, hogy ilyen korlátlan mennyiségű kajám lenne, meg mindenféle kajám, meg mit tudom, mindig kávét kéne innom. Ott is egy izé. Szarvas-barvas. Jó, a baj, lövök egyet. Ide jön az összes zombi, de megkockáztassuk? Ne, inkább ne. Nincs kedvem zombikkal harakozni. Tök jó, ilyenkor be is trekkeli, hogy hol van, ugye?
De hát minket annyira most ez nem számít. Ilyenkor azért jó lenne egy íj, vagy pedig valami hangtompítós puska, vagy valami csoda. Ja, mondtátok, hogy azért föl kéne kicsit armorkodnom, föl kéne fegyverkednem, mert lesznek bajaim. Amúgy tényleg éjszaka itt rengeteg élőlégy van. Baze, a Sanyira, meg Sanyival voltunk az előbb sétálni, liheg. Aztán ilyen tök fura hangja, hogy ilyen így a szobában, én meg azt hittem, hogy valami zombi fut utánam. Ez mi volt? Ah, de jó, haladunk gyerekek. Egy hú, mennyi szarvas van, itt rengeteg hús van, de ne kéne szoknom úgymond a húsról. Hanem el kellene kezdenem másfajta kajákat készíteni. Mi a pöcsöl van itt, gyerekek? El kellene kezdenem másfajta kajákat készítgetni. Ugye olyat, amit megtermelek. Úgyhogy ezeket a potokat mindenképpen elvisszük. Hát remélem, hogy nem fog leszakadni tőle az emelvényem. Tyúk! A térdben mennyi kaja. Éjszaka érdemes kimenni kaját nézni, mi? Hát ez meg mi vonyított, bassza meg. Próbáljunk meg minél kevesebbszer ide eljönni már, megpróbálkozunk. Az a baj, hogyha most ne kezdek questálni, akkor megint lesz egy csomó kacatom. De lehet, hogy azt csináljuk, hogy eladunk mindent. Meg mit, az olyan triviális dolgokat nem fogjuk elszállítani, mire annyira nincs szükségünk. Inkább azt csináljuk, hogy a fontosabb dolgokat hordjuk át. Mert igazából ott a városban mindent is meg tudok találni. Nem annyira lényeges, hogy most mit tudom én, három darab követ meg ilyen hülyeségeket áthordjak. Ja, itt van egy csomó íze, szarvas meg minden, csak nem akarok lövöldözni, mert rám jön az egész éjszaka. Ja. Az a nagy baj, hogy például van a sonkás tojás, ami nagyon jó kaja, csak konkrétan a tojás az ilyen tök szar gyűjtögetni, nem tudod termelni. Olyan kajákat kellene csinálni, amit tudnánk termelni, és akkor ráraknánk pontokat arra. Várjál, nem ilyen semmi most? Picsába. Meg kell nézni ezeket a pontokat gyorsan. Volt ez a kajatermelési dolog is. Az minél volt? Ez a Running Gunner, erre mindenképp kéne raknom egyébként. Erre mindenképp fogunk rakni. Közben egy-két dolog így rájötte, hogy mire kéne raknunk. Erre is tök jó lenne pakolni. Mert akkor ugye tök jó, tök gyorsan tudnék szüretelgetni, meg minden. Csak akkor ugye erre kellene még előtte. De mondjuk ez tök jó dolgokat ad. Főleg izével. Machine gunnal. Erre meg, mi 5-ös szintűnek kéne lenni ennek. 1, 2, 3, 4 és 5. És akkor ezt fúra ki tudom fejleszteni, szuper. És egyébként amire még akartam renni, az nem más, mint a heavy armor. Mert szerintem egy idő után mindenképp a heavy... Aha, jó. Mindenképp a heavy armorra lenne érdemes pakolni. Mert hosszú távon, gondolom azért, amikor már olyan erősek a zombik, akkor abba tudsz túlélni. Hiába az, hogy mondjuk gyorsabban mozogsz egy nem heavy armorba, vagy bármi. Én szeretek egyébként ilyen ninja módon mozogni, meg mit kell lopakodni, de egy idő után szerintem elveszi a... Azt elütöttem? Nem. Jó, ez a tyúk, bassza, ne viccelj! Elveszi a relevanciáját az, hogy tudjál lopakodni, mert igazából a hordanapon, amikor leginkább a túlélésre van szükséged, akkor hiába lopakodsz, mert úgyis mindenképpen megtámadnak, nem? Úgyhogy ez lehet, hogy nem sok értelme lenne. Úgyhogy mindenképp a heavy armorra és ágot azt ki fogjuk húzni, és heavy armorba fogunk lenni, mert muszáj. Mert ezekben a kis keszkenőkben, amikben vagyunk, ebből szerintem hosszú távon nem lesz annyira nyerő. Megnézzük Jenny-nél, a 2.38 van. Szépen ezt a lapot rászálljunk arra, hogy minden questet, amit tudunk. Föltoltam maxra, nem is tudom, 8-asra, hogy 8 questet tudjunk egy nap csinálni. Így Jenny-nél lezúzzuk az összeset, lesz egy csomó jó cuccunk belőle, meg lesz egy csomó könyvünk.
meg lesz egy csomó minden jó dolgunk. Ja, itt egyébként ezt bonthatnám, meg csinálhatnék vele bármit is, de szerintem semmi értelme nincs. Jó sok időt és munkát belefötszöltünk, de hát ez van, gyerekek. Na, akkor bemegyünk aztán, megnézzük egyelőre, hogy mi van itt. Ott egy rendőrzombi, bazd meg, vagy nem az? Nem, ezt mindig összekeverem őket. Egyébként a bázisomnak a följáratát lehet egy ilyen külső létrával is meg fogom oldani, egy ilyen felugróval, hogy ne a lépcsőn kelljen összekorimbózsárom, hanem hogyha én akarok, akkor így föl tudok oldalt is menni, tudjátok. Igazából ez megoldható lenne. Úgyhogy az valószínű, hogy ezt meg fogjuk csinálni. Na, menjél már föl. Egyébként soha nem szerettem itt létezni. Egy az, hogy hiába vagy itt bent, akkor is ilyen hülye ambientek vannak. Tök szar hangok. Végignézzük, itt ezeket kiszedtem mind. Inkább megnézem, mert nehogy az legyen, hogy benne maradjon. Megnézem, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos. És azokat külön rakom, mert most úgyis izé van. Kokomó megint játszik az Unturned-be. Hopp, itt azért vannak fontos dolgok, jó. Mindjárt fogom is pakolgatni őket. Az lesz, hogy... a facuccok. És akkor ide nem tudom, lehet, hogy ki fogok rakni olyan dolgot, hogy nem olyan fontos. Ez nem olyan fontos. A fontosokat meg oda fölülre, jó? Ez nem... hát ez is fontos, mert ez tök jó. Oké, fontos dolgok fölül, gagyi jó dolgok alul, jó? Mindenből kiszedjük így. Hát a modokat ezeket nem ártana egyébként elvinni, meg egyébként ezek tök drágák, nem? Szoktak drágák lenni, vagy nem? Agility mód, plusz egy agility. Tök jó. De egyébként, hogyha maximum az agility-t például, akkor hogy még egy agility-t ad, akkor megnyílik még egy plusz. Mert ugye plusz statokat adnak, hogyha különböző attribútorokat ugye növeled. Ez egy érdekes dolog. Ilyen, ezeket a modokat, ezeket... igen, meg itt vannak ezek. Gyerekek. Ezzel hadakozta vezelőtt, azt nem jött be. Ja, hát itt vannak érdekes dolgok. Például mondjuk shotgunnal is el lehetne szórakozni, meg van lőszer is itt. Meg gránát, meg minden kutyafasza. Azért például gránátot egy ilyen... Lehet, hogy egy ilyen nagy... Sokan vannak valahol oda bedobod, azért nem lenne rossz. Meg ugye pisztoly, 90 mm-es lőszer is lenne. Ó, more. Hát ezeket mind el kéne vinni egyébként. Az alkatrészek közül egyébként nem biztos, hogy azokat el fogom vinni. Az egyéb dolgok. Itt esetleg, nem tudom, ehhez, de hát ennek is mi értelme van elvinni, érted? Meg ilyeneket is igazából korlátlan mennyiségűt tudok szedni. Meg hát ilyet is korlátlan mennyiségűt. A morokat viszont... ugye itt akkor azt csináljuk, hogy ide facuccokba pakolunk. A modokat, azokat lehet, hogy elvisszük, és akkor ugye a fontos dolgok közé kerül fönt. Úgyhogy ebben a ládában lesznek a fontos dolgok. Az egyéb szerves. A csont például az tök jó, mert az tök jó lenne, meg ez is kellene. De meg a klot is jó lenne. Meg lehet, hogy az is egyébként. Ezt miből tudom csinálni, mert lehet, hogy ez is jó lenne. Ugye glút tudok készíteni, úgyhogy azért lenne az jó. Ezt ígyunk egyet. Egyéb szerves. Jó, hát ez igazából... alkatrészek leszarom, lőszer nincsen. Az a baj, rengeteg dolog van még. Ja, hát ez a lényeg. Ezt kellene elcipelni. És igazából ugye ezeket is jó lenne. Nem, ezt nem is kell, ezt kell a halálnak, ez megy a kukába. Jó. Ezeket kéne elvinnem. Na, mennyi idő? 3 óra 26, kikére megy Jerryhez. Itt igazából már full nincs semmi. Jenny előtt ugye van egy ládánk még, azt megnézzük esetleg. Nem maradt nálam semmi hülyeség. Majd ezt a 20, 30 darab fust is kirakom, ne legyen nálam. Azt is elvisszük egyébként. De hát az is olyan egyébként, ezek mind olyan dolgok, amiket így elég hamar össze tudok szedni. Most 30 darab fust is. Az a, mondjuk olyat, ami egy slotot foglaló, olyanokat érdemes talán így viszegetni. Na 3.31, megyünk Jennyhez, megyünk melózni. Csak hát igazából jobb fegyverek kellenének, csak ugye még nem tudok jobb fegyvereket gyártani, viszont ezzel nem fogok kibékülni, ezzel a kalapáccsal, ez retteltesen lassú.
Megnézzük Jerry előtt a ládát okosba. Elsomalkolunk. Ja, heavy armorok kellenének, csak az a baj, meg gyártani is a tudok szerintem normális heavy armort. Jön ez a hülye, de... Ez a baj. Böszbe lassan, ez a kalapács az olyan lassan üt, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Na, halleluja, bazza, itt is vetele van minden. Egyébként azt kell nézni, ugye, hogy ezek az értékek, ezek ugye följebb legyenek, lehetőleg. Lehetőleg minél több. Fú, azt meg innen is, mit fogok én elvinni, érted? Van itt is hús, klot is. Hogyha már olyat egyébként, amit a ládába kiraktam, olyat érdemes akkor majd vinnem innen is, mert ugye az nem fog plusz slotot foglalni. Úgyhogy ezzel úgy fogunk alakulni. Azokat lehet, hogy ide alulra le is fogom pakolni. Ugye ezt azért nem ártana elvinni, ezt nem ártana elvinni. Maximum be a ládába is. Ez is kell erre, és ami nem kell, azokat meg itt fogom hagyni. És ilyen murky water-t azt ugye korlátlanul tudok gyűjteni. Ezek a módok viszont megint nem rosszak, de mondjuk ilyen módon meg van. A csontot beszéltük, hogy visszük onnan, akkor innen is érdemes elvinni. Ezt is érdemes lenne. Glue is tök jó lenne, de mondjuk a glue-t tudok csinálni. A vízből, meg ugyan csontból akkor bőven. Az abban itt a papír, az se rossz. Ez a hülyeség volt abban, hogy ilyen messze elköltöztem, mert itt szophatok most ezzel az izével. Ez meg nem kell, ezt le is scrapeljük. Jó. És akkor ugye ez lett belőle. Oké, akkor ezt a sort elvisszük az alsót, meg még majd meglátjuk, hogy mi az, amit tudok szerezni. Na, pont itt Jenny, úgyhogy tökéletes, srácok. Azt amennyit... Várjátok, azt hiszem, hogy van is egy küldetés a felvér. Ácsi. Mert akkor ez pont jó. 63 méterre, gyerekek. Rohadt jó. Ezt akkor tudom is csinálni. Hol vagy? Ja, le kell adnom, beszarok be ezzel. Pont jó. Nyisd ki az ajtót, Cserik, le akarom adni a küldetésemet. De frankó, ez pont jókor jött össze. Ja, elrontott küldetései vannak ilyenkor azok. Ezeket nem tudom deletelni, vagy valami. Ezzel tudom. Remove-olni, de... Olyan nem akarja remove-olni, na mindegy. Na, Trader Jenny kinyitott. Uzi van befele, uzi. Itt lerakom a biciklit, nem megyek oda fel, mert mindig beletek keverek. És akkor megnézzük itt a questeket, ha már egyszer eljöttünk eddig, meg amúgy is cipekedünk, akkor érdemes lenne. Szia Jenny! Hát legyen ez. Valaki meg már üti az ajtót, a Jenny. Ezt úgy vágod? Mi van itt? 400 méter, 300 méter, 200... 240 méter, és ezek már mind tier 3-asok, tök jó. Oké, majd jövök, figyelj, nem érek rá veled foglalkozni most, Jenny. Mert megígértem itt a nézőknek, hogy duhajkodunk, keményen nyomjuk. És ide újra spawnoltak a lootok. Volt benne egy ilyen szar, jó. Próbáljunk meg nem neki. Anyukád! Nos miért? Én ütöttem el, aztán én sérültem, de nagyon durva. Jó, itt gyorsan megcsináljuk ezeket a questeket. Hát, na látjátok, ezért utálom ezt a helyet, mert mindig ilyen sötét. De tudom, hogy most este is van, vagy reggel is van, hajnal is van, de amúgy is sötét ez mindig ez. Mindig szar. Tehát férünk? Egy kis ugratás. Jó, itt is vannak egyébként nagyobb épületek, azért nem, azért annyira nem olyan nagyok, mint máshogy. A létre itt volt, bazza, elébb ugrott. Na, küldjük neki. Hello, bello! Helyzet, bizú! Mi van itten? Na, ilyen ajtóra lenne nekem szüksége. Miért akartam craftolni, azt nem sikerült. Na, tökösen jó. Csak ez nem lesz jó. Figyeld, tudja, hogy fönn vannak. Gyűlölöm ezt a... Most szakadt le. Mi volt ez, bazza?
Mi van itt a bassz, hogy hülyék ezek, öcsém? Nem szeretem ezt a boltát. Kurva lassan itt hallod. És lehet, hogy ti azt mondjátok, hogy hú de jó. Nekem nem adja. És akkor erre kell menni, gondolom, okosba. Ez egy izé, ez egy kórház, bazze. Vagy valami olyasmi? Hello, van itt valaki? Itt már... Ez a baj, itt már előszeretettel szopatják az ebbet olyannal, hogy... Na, ez mondjuk jó. Így berakják mindenhova a zombikat, meg így potyognak le a plafonból. Ugye ez az álmennyezet, ez egy konkrétan egy ilyen zombi szülő izé. Az, itt van egy csávó. Ne viccelj. Három szekre. De egyébként egész jó bírja most a karakterem, nem? Figyelj, ott egy kamera. Egész jó bírja a karakterem, szerintem. Hú, ez egy kórház, hát ez csúgya világ lesz, itt érzem. Hogy le... Most ez is honnan az agyámból ugrott elő? Jó, ott kellett fel, mi? Jó, na. Jó, na. Ott kell fölmenni a ropon. A vezetéken. Hú, de jól néz ki ez. Itt megint szopatás lesz, érzem. Senki nem ül a budin? Anyuci, gyere! Még hogy azt mondtátok, hogy azért jó a női karakter, mert női zombi hang nincs a játékban. Baze! Fölmentem erre, aztán átugrott, vagy elütöttem a feje fölött. Ja, hát ez jó, elég jó bírjuk egyébként. Na, mit kell csinálni? Clearelni kell a területet. Meg kell próbálni, hogy trash lootot nem nagyon viszek magammal, csak ami tényleg értelmes, valamennyire is. Mert úgyse fogom elférni, érted? Úgyhogy főlút kell, ilyen nagyon trash lút nem kell. Ja, jó lassú ez a weapon. Hát, ha többen támadnak rám, akkor kb. Így nulla esélyem lesz. Jó, egyet viszont azért oda lehet verni neki rendesen. Anyuci! Itt kell kimenni valószínűleg. Gyorsan még itt körülfutok. Nem hagytunk el valamit, de szerintem ott kell kimenni. Talán nem lesz ilyen nagy zombi kutya vagy valami. Valami egy kigyó. Valami is úgy hallottam. Na persze. Hát, nem bírom ki, hogy ne szedjem ki belőle a húst. Meg a többiket. Ki van itt hol? Olyan lassan üt ez a palta, vagy ez a kalapács, vagy az őrület. Őrület, tényleg nagyon lassan üt. Ez a power attack-ja, ez jó nagyot tud a csap, de nagyon lassú. Várom, hogy hol szabadnak meg minket, tudod. Mennyezet, nem? Nem onnan esett? Á, akkor a szivatás az a rész. Amikor így... Megmúrjátok? Jó. Hohohoho! Azóta komolyan mondom, parázok, amióta elpicsáztak minket. És itt meg nem értem, hogy itt a... 4-es szint, vagy 3-es feles szintű izé. Klinika, ott van fönt jobb oldalt. Ez vér ilyen rohadt könnyű, amikor meg 3-es szintű ott a nagyvárosban volt, ott meg izé volt, bazz, ez harakiri, hallod? Szétkaptak minket 30 darab izé, radiál zombi. Azért valahogy az nem volt a felségnek a mintapéldánya, vagy mintája, vagy... Hogyan mondjam-e?
Jó van, nem baj. Igen, jó vagyunk, semmi gond. Csak ott tegnap bealáztak minket keményen. Ja, a lockpickingre is jó lenne rakni. Tudom. Mi a fasz az? Ilyen ízé alatt köll a halálnak 21-et ér leszkreppel, vagy nem is tudom, még leszkreppel is sem érdemes. Ilyen gagyi puska volt, hallod. Kinyílod valami. Jaj! Gyűlölöm ezt a lassú szart! Figyelj, mindjárt potyognak a vízőjérő. Menj az eztről. Jó, itt majd... A kurva élet... Hogyan? Most nem azért, de az hogyan került meg én? Egy rendőr zombi is. Na, egyszerűen nem föl sem fogom, hogyan kerülek elő a zombik, komolyan. Hát ezzel úgy kell játszani, hogy meglendíted. És előre mész, amikor rendül. Akkor úgy egész jó. De úgy nem tudod, hogy oda állsz elé. Itt jobban be kell úsztani. Az meg. Nagyon kellemetlen. Ott egy női táska. Balát, hogy van valami. Ó, ezek jók. Jó, egy a fene. Tök durva működő íze a automata. Nekünk nem kell semmi, nem nagyon, ugye? Ja, csak kaja van, pia nincs. Jó, figyeljetek, elvileg megvan a küldetésünk. Mehetünk haza. Mondjuk is a picsába a többit. Ja, hát ez egy kórház volt, rettenetesen könnyű egyébként. Nem is értem, hogy a francba lehet ez. Ezt leszkrepeljük, meg azt hiszem, hogy volt még egy ilyen kettő darab. Leszkrepeljük. Ja, hát ez nem volt egy nagyon erős. Nem értem, hogy jönnek össze ezek a nehézségi szintek, hogy működnek. Na tolassunk, azt menjünk a francból. Ez rugasd meg. Kéne már valami jobb járda. Nem tudom, hogy azt mi onnan tudok szerezni egy rohadt motort legalább. Legalább gyorsan tudnék menni, meg nem fogyna azt, ami nem folyamatba. Jó, nincs semmi gond. Nem réjók. Csináljuk a küldetéseket. 5 óra 53, 1 óra alatt megcsináltunk. Ja nem, 2 óra alatt megcsináltunk. Egy questet. Semmi gond. Teljesen jó vagyunk, ide befarolunk, leszállunk. Majd de jó lenne valami jó jármű, úgy utálom egyébként ezt a Verdát. Lehet, hogy el kéne adni majd az olyan cuccokat, amiket nem viszem meg, abban meg nem kellenek. Mert akkor a pénzt viszem, azt csá. Na nézzük. Mit adsz? Mindenképpen. Crafting skill magazin kell. Bundle. Complete. Van valami? Jobod? Közelbe. Ez night only. Okay. Hát valószínűleg, hogy jobban meg fogjuk csinálni ezeket a küldetéseket, úgy látom. Okay. Ilyen hülyeségeket, meg ilyeneket kiszórok, mert ne legyen nálam. Okay. Heavy armor. Quality 4. 4-es szintű heavy armor tudnék craftolni. Láttátok, gyerekek? Azért az lehet, hogy babacski lenne. Érdemes ezeket a küldetéseket tolni agyba főve, jó kis zéket kapunk. Jó kis bukkokat ezerrel. Na merre kell menni, hol van? Arra, oké. Okay. Oki-boki! Hát kell farmolni bazza ebben a játékban, elég keményen. Hogy normális eredményt elérjünk. Ja, az lesz akkor a mai napon mindenképpen, amit tudunk, legjobb heavy armorokat meg fogjuk csinálni. Várjál már. Mining skill-es dolog volt, skill. Minden kell. Ha ezek izék, ezek üresek. Esőm dől a biciklivel, felugrok rá. Kurva jó,
Szeretem. Itt belekeveredtünk valahova. Jaj, ne! Mi az, izé lesz? Aj, ezt utálom, ezt a panziót. Ez a panzió, ugye? Ú, te hallod, hol vagyunk? Itt te férek? Jézus úristen. Mi az, hogy csatorna is van itt? Hol a pecsembe van ennek a bejárata? Vagy mi ez? Happy Sleep Motel, ja, ez a panzió. Azt a fölkapott a becekli. Ja, ezt nem szeretem, mert ez ilyen rohadt nagy. Csomó helyiséggel, meg szobában, meg mindenne. Na mindegy, kemény. Nem, ilyen ember még nem is voltam, ez másfajta, nem olyan, mint amire gondoltam. Szóval, hogy fogok ebbe menni? Mi fasz volt ez? Yeah! Én is azt mondom, yeah. Ilyen trash lootokat nem nézek, hogy Murky Water meg ilyen hülyeségek, mert ezeket sem érdemes elvinnem, mert úgyse fog elférni, amikor beceklizek, tudod? De meg biztos, na, áj! Az a baj, nem fogom tudni átvinni a másik helyre megint. Itt van valami kapcsoló. Ó, zombi van. Ez meg honnan jött ki, bazza? Nem lá... Most én vagyok vak, vagy honnan? Az ajtó mögött hédezed, vagy hol volt ez? Ez ilyen zombi hang. Na. Valami kapcsolót láttam itt valahol, valamikor. Aha, ott. De oda, hogy lehet bejutni? El nem játszom itt. Kemények leszünk. Nesze. Begyüttünk. Robbantási dolog fog? Gránát? Vagy mi lesz? Jó, azt a szeletot hagyom, leszarom. És tényleg bocsi, hogy ott hagyok dolgokat, amiben nem tudok izét. Magocskát. Nem tudok kornszíret csinálni be ezek kukoricából, az mondjuk nem jó. Akkor arra kell hagyatkoznom majd, hogy... Hogy ugye, hogyha esik magom, akkor tudok újat ültetni majd. Jó, ezek is ott maradnak. Itt valaki itt aludt. Tök jó egyébként... Aha. Tök jó egyébként, tök jó meg van csinálva, hogy ugye látszik, hogy próbáltak túlélni. Várjál, a szuplit kellene megkeresnem, és akkor meg is vagyunk, az meg. Fönt van. Nincs semmi, hát nem fog, hát nem nagyon. És minden zárva van, bassza meg. Ez madárhang. Nem repül ide be. És ez komolyan madárhang. Az igen, hülye vagy. Esik el itt a csávó, mint a izé front katona. Az anyud! Megindult a harc, úgy érzem. Szerintem nem tudom fölfogni, honnan jönnek néha, komolyan. Ebben a részben egyszerűen mindig meglepnek. Így bálok egy helyre, és hirtelen mögém terem, basszus, egy kozol zombi. Viszont miért mozogunk ilyen rohadt lassan? Olyan lassan mozgok. És azt nem tudom, nem értem, hogy miért. A radiátor! Itt is megjöttek már a radiátorok. Annyi XP-t ad, mint az Isten nyila.
Valami hülye madár itt, izé, rúgja a port nekem szerintem. Hol van a izé? Ott van a szupli. Itt van a hogy? Hol van az a... Mi van? Mit, mi folyik itt? Komolyan? Nem, néha nem értem. Aha. Jézus Mária, mik vannak? Ja, itt lehetett volna átjönni. Aha, erre. Csak kiporizőbe gyomja. Keménybe. Tévé le van verve. Csávó meg leesett valahova, de jó. Oké. Elvileg itt van valahol. 12 méter az a szar, amit meg kell keresnem. Lehet, hogy le kell mennem ide, de valahogy nem szándékoznék lemenni. Inkább csinálunk egy ördögi műveletet. Valahogy megpróbál átjutni. Mindjárt jobb volt. Murky Water, menj a picsába! Nem vagyok jól, babba, még most se. Fafal van, fafal! Megoldom kicsibe. Egyébként itt... Kozol zombi szerintem rám vadászik ma. Csak én, lehet, hogy nem érnek el. Viszont megtaláltam a szuplit. Azt megyünk is, mert küldetés csinálási van. Végig fölértem ide is, tök jó. Ügyeske volt a kífer. Madár, ott a madár, hát az apád faszát, te mit csinálsz? Na. Ja, nem hiszem, hogy bárhova akarok még menni. Nem látom értelmét. Itt ugye végig lehetne kommandózni mindenhol is. Hogy lehetett volna. De minek? Csak belekeveredek még nagyobb szarokba. Na, menjünk a francba, gyerekek, szerintem. Az lesz, vaj, hol lehetett itt kijönni, vagy bemenni, vagy mit csináltam? Itt a... Menjünk is kire, foglalkozok én itt a dolgokkal, gyerekek. Lehet, hogy most megorroltok rám emiatt, ott volt a kaja. De nem akarok itt tökörészni, hanem inkább csinálni tovább a küldetéseket, minél többet. Mert igazából ezek a rengeteg loot, amit összeszedek, eléggé trash-ek, aztán nem sok értelme lenne itt még gyűjtögetnem. A főküldetés megvan, megkapjuk érte a kis lóvénkat, meg a különböző választható itemet, aztán kész. Oké, mehetünk vissza. Megyünk az úton, nem, várjál, tudok itt az úton menni? Figyeld, lehet, hát a házon nem mondod, bazd meg! Lol, ez jó volt. Jó, nem lett volna ott a, izé, a túloldalán ez a szar, akkor jó volt. Jött volna ki. Jó, csináljunk tovább. Az baj, egyre messzebb visz. De tök durva, hogy itt ilyen négyes küldetést ilyen halállozza, másikba, tényleg másik városba, a hármas. Azt úgy kicsináltak, hogy nem tudtam, hogy merre van előre. Csúnyán megbasztak. Van egy csomó trash lootom egyébként, de hát ott vagyjam meg. Például olyan fa, az biztos nagyon érdemes elvinni innen. Jó. Jó, jó, jó. Keresztbe kaptuk, mehetünk. Itt egy kicsit OP-nak érezhetem magam ez a Jenny-s helyen. Nem annyira veszélyes. Szia, Jenka! Na mondjál valamit, mit lehet? Hát ez lesz, gyerekek, szerintem mindenképpen.
Van valami csavar? Még szerintem egyébként nem sok minden lesz, az sem el fog fogyni. Ki kell ásós, ki ásós. Jó, van, van két kiásós questje. Inventory. Hát ez van, megvan egyébként. Nem baj, XP aztán jó világ, nem? Ígyunk egy ilyet, azt tekerünk, mint az őrült. Csináljuk a küldit. Pont nem jó oldalon vagyok kinn. Jó, kettő ásós küldetés. Nem is tudom, Demon Hill vagy Tank ezelőtt a live-ba ugye mutatta, hogy úgy kell csinálni, hogy pont a közepén leásol teljesen, és akkor van esetleg, vagy esetlegesen a legnagyobb esélyed, hogy ezt megtaláld. Úgyhogy azt fogom csinálni, kíváncsi vagyok, hogy ez nekem is működni fog-e, vagy ilyen nagyon nagy máker volt. Nem tudom, most Demon Hill volt, vagy Tank volt. Lehet, hogy Demon Hill volt. Mert azt mondom, hogy csak írta. Aha. Jó, leást, közepére ment, és leásta magát. Kele, izét, hazamegyünk, mindenképp megpróbálunk heavy armorokat craftolni, amilyet csak tudunk. Itt a Jenny-nél megcsinálunk minden küldetést, hát ha végig lépünk szinten, vagy bármi, aztán akkor heavy armor lesz, arra fogunk gyúrni. Minél jobban bírjuk, mert ennek nincs értelme, hogy ilyen könnyen megdöglünk. Meg gondolom ilyen Star Resist, meg mindenfélét adnak a Heavy Armor-ok azért. Oké, okay. Nézzük. Hol van a izé? Pont itt a raklap. Raklapom, bazza. De jó. Na hol a közepe? Itt a közepe. Most kipróbálom ezt a nagy ötletet. És nem fogok tudni kijönni, mi? Úgyhogy csinálok egy olyat, hogy így lépcsős legyen. A izé, hogyha rakok a jumpra, akkor nem fogok tudni nagyobbat ugrani elvileg. Csak annyi fog történni, hogy kevesebb staminát eszik, ugye? Tehát így van egy ilyen parkour nevű perk. Ó. Puti van. Azért nem rossz ez a kalapács. Meg kell szokni, gyerekek. Aztán, tehát ennyi. Ezt le van szarva a tembi. Mehetünk oldalra. Nekem nem jött be ez a dolog. Úgy látom. Bazza, van izé? Power-atok az ásásnál? Ezt nem is tudtam. Ott is van a tudsz. Nem is tudtam, hogy van power-atok. Jobb gombbal is tudsz az ásásnál manipulálni a fődet. Hello! Figyeljetek, beleszórom őket a sírba. Nem sikerült? Majd ezt. Ha? Persze ilyen izébe van, bazza, észre se veszed kékbe. Jó, van csak hülyéskedek. Na, menjünk vissza, még van egy kiásós küldetés. Aztán elvileg szerintem ennyi is volt, mert a következő már ilyen night only dolog, ugye? Amit valószínűleg nem fogunk megvárni. De semmi gond. Megyünk vissza akkor haza. Ott mekkora hegyek vannak, milyen brutális. De ott ilyen epic nagy hegyek. Ekkora hegyeket nem is láttam még. Hello, szia. Mizu is tüzet akart kérni tőlünk. Vagy megnézni az időt a telefonunkon, tudjátok. Szépen kerékpározunk. Egy rohadt robogót nem találok még mindig. Hogy a frances sem bele. Na most itt hátul megyünk be a Johnnyhez. Ezt igazából akkor a Johnny téma az itt le is lesz zárva szerintem. Elviszünk innen mindent, amit tudunk, aztán hát én megmondom őszintén, akár még ha itt is maradnak dolgok, én már nem nagyon akarok ide visszajönni. Nagyon hosszú az út. Meg azért már tudunk szeretni dolgokat. Crafting skill ez lesz.
mert ugye ez több könyv. Igen, és az utolsó lesz. Előző tírből itt tudnék csinálni, de hát ezt már akkor nem? Eli, ezt még megcsináljuk. Viszont ezt megtanuljuk. Csöndkés tudok 4-eset, azon mondjuk nem sokra megyek. Pipe Rifle 5-eset, de az is egy kaki szar. Normális? Lol. Na, az meg arra van. Szuper! Még ezt megcsináljuk. Összeszedjük a cuccokat. Igazából megnézzük, mi a legértékesebb tényleg. Azt megyünk a francba, gyerekek, mert itt ezt szerintem majd elengedhetjük. Meg kéne nézni esetleg Jenny-nél van-e olyan cucc részletesen, amelyik nagyon hasznos lenne nekem. Ha nincs, akkor az is. Ezt meg ugye itt is ezt felszedhetném, de egy-egy ilyen building blokkot nagyon nem érdemes. Annyi fart vaksz ki, amit akarsz. Ilyeneket nem érdemes elcipelni. Meg igazából még ilyen húst, meg ilyeneket se. Hát meg kéne csinálnom egyébként a kertemet. Az lesz a terv, hogy ebben a részben szerintem megcsináljuk a kertet. Talán nem szakad le, azért elég sokat tudok készíteni ilyen virág valamit. Lehet, hogy itt kéne megcsinálnom egyébként, és akkor a maradékot alapanyagból, és akkor csak azokat vinném. Mert ugye mi is kell neki? Húspa, majd romlott hús, meg fa, meg még valami csoda. Nincs egy kávém, vagy valami csoda, ez mit ad? Stamina regen. Ja, bazza, nem voltam tisztában ezzel, hogy konkrétan ezzel is tudsz. Ugye mondom. Ásóval is tudsz jobb gombbal izélni. Power-et akarolni, bazza. És konkrétan akkor együtt és egy izé. Egy blokk. Az tök durva. Csak ugye eszi a staminát, mint a bolond. Viszont gyorsabban tudsz ásni, főleg, hogyha lenne valami olyan, amelyik ilyen epic jó stamina reget ad. Megjöttek a haverok. Én akkor mindig ránézek, hogy nem-e fut valamelyik. Ezt azt kell nagyon csapni. Csaj, sziasz! Bírja, bazze! Figyeld! Lement hitba, de még itten a kötekedik. Új. Nagyon zabálja a staminát ez. És ez megbolondult, figyelj rá. Na végre. Ez a legunalmasabb quest, ami létezett ebben a játékban, nem? Jó sejt. Mindjárt futás fel. Futás fel. Miért nem spawnolt be zombit? Mindig bespawnol a zombit. Mi a szar történt? Lol, ez érdekes. Nézzük egy kicsit, hogy mi történik. Ha most nagyon nem csön szerencsém. Mi a fasz? Nem á, ennyire nem lehet tek szerencsétlen. Az meg most jönnek a zombik. A kisanyám! De szemed álljon meg! Nem vagyok boldog! Jó, hogy mindig tartok magamnál mézet. Nem durvul el nagyon a fertőzése. Ez a csaj? Ez nem harcias, bazzer. Tartott szájú, ér. Na mi van már? Hol van bazza az a izé? Hol van már az a szar, gyerekek? Sok hallom, hogy nem találom meg. Nem hiszem, itt valami nem stimmel, bazza. Ez bebugolt.
Tudod, hogy bebugolt? Hát ez nem normális. Ott van benne, bazza. Ennyit arról, hogy... Úr, nem tudok kimenni, gyerekek. Várjatok, még ne tűnj el. Szerencsétlen. Ja, jó, jó megoldottam, nem tudtam kiugrani hirtelen. Igen, bíró voltam. De legalább megvan a küldetés. Ez vicces volt az a jelenet. Ezek a csajok, ezek nagyon harciasak gyerekek. Próbáljuk meg valahogy kiketsz meregni. Vágunk egy ilyen lépcsőt, azt megyünk is vissza, de jó. De jó, dió. És meg volt az utolsó quest itt, amelyik ilyen értelmesebb. Tirketteseket azokat meg ha engedjük el azért. Sú. Ez egy mountain bike, ugye? Nem, aztán tényleg összeszedjük a dolgokat. Ha kell, akkor eladunk Jerrynek minden ilyen kacatot, bár megnézzük, hogy igazából mit. Ajna, nincs kedvem még egyszer válogatni, inkább engedjük el ezt az egészet szerintem. Most tényleg nem fogunk azon olyan hatalmasan ízé veszteni, hogyha nem lesz nálunk kettő, mit tudom én, romlott hús, nem? Ezen fölkap? Ó, hát az nem volt jó ötlet, azt hittem, hogy jobban szereti. Szegény piramicsom. Még milyen sokáig építettem, de egyébként már egyáltalán nem tetszik. Migruska írta egyik videó alá, hogy használhatatlan a bázis. Mármint a Skybase-em. Szerintem az tök jó, az nem használhatatlan, az cool az a bázis. Na, mi van itt? Miért kellene csinálni, nem? Van beton, figyeld. 205 fel, abból mennyit tudnék felupgrade-elni? 25 blokkot, azzal nem megyek semmire. Inkább tanuljunk. És van ez a Night Only Quest, az meg le van szarva. Figyelj, nézzük meg, hogy... Nézzük, tudod mit? Kimegyek ahhoz a bosshoz, és behozom azok minden dolgot, és eladok neki olyan dolgokat, amik nekem nem kellenek. Úgyhogy az lesz most. Ez a terautót, azt nem lehet tudni. Nem itt a doboz. Arra van a doboz. Egyébként már 151-es a max HP-n, tök jó. Ezt bírom. Nem is tudom hány szintűek vagyunk, de valami nagyon sok már. Szóval van. Négyszer meghaltunk, bassza meg. Nem béna voltam. És ráadásul nem is lett volna muszáj meghalnom. Fú, bazze. Először is ezeket vigyük. Ugye ezeket akartam mindenki. Utána meg amit tudunk, és eladunk neki minden olyat, amelyik... Ami nem olyan fontos, behordunk, lesz egy kis money, és azt megnézzük, hogy mit lehet nála venni, és utána akkor lemegyünk az én bázisomba, és valami komolyan van, hogy föl kell, hogy robbantanom, vagy gyújtanom, hogy ne gondolkozzak azon, hogy ezt még vissza akarok ide jönni. Inventory. Na nézzük most egyesével. Figyelj! Sell. Ami marad, az megy levesbe, oké? Nem kell? Jó, akkor leves. Egy darab kukorica, nem hagyunk szlotot. Crazy Oil, az jó egyébként. Ez nem kell neki, akkor leves. Vidd a picsába. Vasat tudok szedni, akarok. 13 kör nagyon nem kell. Vidd. Carry capacity 50. De ugye attól még... Tudom, még nem lesz nekem plusz slotom, szóval semmire nem megyek vele. Hát eladom, nem akarom vinni egy darabot. Ezt se akarom vinni egy darabot, ezt se akarom vinni, ezt se akarom. Ezt se. Kukorica maga tök tetszene, hogy van, de már nem tudok craftolni. Meg ezeket a modokat is eladom, meg az egy tojást is. No,
Ez megy a levesbe. Ez eladás. Meg ez megy a kukába. Jó, akkor ennyi van. Nincs valami nagyon jó cucca ennek? Hát ezeket egyébként lehet, hogy meg kéne vennem. Egy pár darabot, nem gyerekek? Mert ezekre egyébként lehet, hogy érdemes lenne költeni. Nézzük, hogy mi ez. Generátor, elektrik, az annyira nem érdekel most. Ez se érdekel, szerintem. Medikál az jöhet mindig. Ugye ezeket megtanulom, szóval nem fogják foglalni a helyet sem. Oké, okay. Van 45 darab tojás ló. Vagy egy darab tojás 45-ért. Oké. Okay. Hát ezt lehet, hogy ezt kidobom. Meg ezt is lehet, hogy kidobom. Mert ugye ebből ez maga az érdekel, a többi nem. Oké, okay, akkor megyünk, jó? Megnézzük még ott ki, szerintem annyira sok minden nem maradt. És a könyveket mindenhol meg fogom vásárolni azután, komolyan. Az lehet, hogy egy olyan projekt lesz, arra van a biciklim most. Jó, nem nézzük meg, mi maradt ott ki, mert már tényleg ilyen trash cuccok. Innen kellene minél többet elvinni, főleg azokat, amiket lényegesek, és többi az itt fog maradni. Egyelőre most gyorsan kipakolok a biciklibe, aztán úgy fogunk bevenni ide természetesen. Remélem, hogy ti is így gondoltátok. Na ne menjél már, ne! Szerintem, amit ki kéne pakolni, az ez. Mondjuk ezt a clay soil-t, mi a tökömnek viszem? Nem? Jó, így azért akkor ma barátjuk. Meg az a 47-tól, az minek nekünk oda? Jó, innen kihozzuk azt, amit fontosnak tartunk, azt megyünk haza. És ide nem térünk vissza soha. Fogadjuk meg már, ne ide futkorászunk. Mert egyébként rohadtul idegesítő, hogy mindig itt van egy valami cucc, amit hú, nem vittem el, vagy akármicsoda, mi a fa cuccokba raktam, ugye? És akkor itt igazából minden is jó lenne. Ja. Szerintem be is fért. Oké. Okay. Esetleg még van 5 darab szlotom, abból a fegyverek közül kellene valamit kivenni, ugye? A fegyverek közül lehet, hogy a sörétet azt ki kéne vinnem. Kéne vinnem valami fegyót még. Fú, itt van egy csomó 9 mm-es lőszer, sőt, akkor ez marad. Heavy armor normális nincs itt. Ezt a 9 mm-es pisztolyt lehet, hogy elviszem, mert akkor tudom azt is használni. Akkor tudok használni egy shotgun-t. Hol vannak? Shotgun-t ezt nem is vettem ki. Kéne egy shotgun is. De az a baj, ez picsa shotgun, ezzel sokra nem megyek, ilyen egy lövető, úgyhogy ezt hagyjuk is. Jó, a shotgun lőszer viszont elviszem. Oké, okay, akkor így egész jók vagyunk, ugye? Mi a pöcsöbbnek ennyi vitamin? Ezt se értem. Ez is rop maradhatna, nincs helyette más valami, ami érdekesebb? Hát nem valószínű, hogy gránátot fogok dobálni egyébként ebbe a játékba. Nem tudom, ezt elviszem azt sem. És akkor igazából meg is vagyunk mindennel, ugye? Fullon van az inventorim, hoztam egy csomó modifikációt, azokat... Menjünk le. Menjünk le! Jó. És akkor húzhatunk haza. És akkor itt nem maradt olyan, ami nekünk fontos lenne. Innentől nem kényszerülünk arra, hogy még egyszer ide visszajöjjünk. És ez nekem egy megnyugvás, komolyan mondom. Mert már kezdtem unni azt, hogy itt mindig zavar, hogy vissza kell ide csámborogni. Egyébként még egy hálózsákot nem raktam az új helyemre, az vágjátok? Az nagyon kemény. Jó. Azért jelölöm meg, hogy torony irán tudjak szépen haladni. Oké, okay, gyerekek, akkor ez van. Várjál, ez az virágládák időnek. Jól megnyugodtunk.
magok azok vannak nekünk, ugye? Azokat elvittem már ezelőtt, ugye? Elvittem, mondjátok, hogy elvittem. Vannak magok, amiket tudok ültetni. Azt hiszem, ott hol vannak magok. Hol van a izé? Én nekem volt itt magom, bassza. Hol a két kukorica magom? Ja, benne a biciklibe, jó, nyugodjunk meg. Meg most tudok csomó glút, nézd oda, 388 csont, meg izé van. Van klotfragmentem, tudunk duct tape-et csinálni, meg mindent. Ezek jó dolgok. Ezek kellenek a keepernek. Faszatanító nőni, hely nap is ezt énekeljük. Ezt a fater szokta mondani, nem tudom miért, valami olyan pervez poém volt az egésznek a lényege. A megalomán tervei megvalósításához komoly dolgok dugálnak. Ja, és igen, akkor csinálunk egy komolyabb heavy armor setet, fullt. Szétmodoljuk, megnézzük a modokat, megnézzük a modokat lőfegyvertéren is, és megpróbáljuk még egyszer ezeket a nagyvárosi küldetéseket, ugye Trader Bobnál, az lesz akkor a tré, hogy azokat kellene tolni, hogy haladjunk, hogy legyen progressz. Csak ott többbe beleakadtunk, és úgy gondoltam, hogy inkább akkor egy kicsit growoljuk fel magunkat. Hogy? Várjátok, iszok egy vizet, de nagyon szomjas vagyok. Na. Várján, kattintás. És akkor elvileg a bicikli, most már billentyűvel működik. Így van egy szabad kezem inni. Szabad kezet kaptam. Jaj. Csap vizet vagyok kénytelen inni. Beletöltöttem egy ilyen üdítés flakonba, basszus, elfogyott minden italom itthon. Elfelejtettem elmenni a boltba, basszus, ezt képzeljétek el. Ezt a lobogózászlót azt hogy csinálják? Mert igazából ez szétverhető. Van olyan iszai? Van olyan dolog, amit lehetne ilyet csinálni? Van ilyen blokk, vagy nem tudok, csinálni ilyen zászlót én is? Tök érdekes lenne. Csinálnék is. Jó, izé, festékem nincsen? Egy nagy zombilent felirat kellene már arra toronyra, bazze. De valami jó rigittó, amit tudom én, fehér vagy citromsárga. Nem tudom, hogy működik a festés. Régebben csináltam, de most már valahogy így elmúlott ez a dolog a fejemből. Elfelejtettem, úgyhogy meg kell nézni, hogy van-e festék. Elvileg vannak ecsetjeim, és akkor fölfesteni. Tudom, hogy egyébként blokkból kell kirakni, csak ugye jó lenne lefesteni, mert különben nem annyira látszik. Ugyanolyan blokk, vagy esetleg fa blokk azon a cobblestone-on nem igen látszik. Ez tök durva, itt van a izé határa, mi a... Kettő biomnak. Nagyon élem ezt a játékot. Tudom, most egy kicsit elanyagoltam a többi játékot emiatt, de annyira ráfügtem erre, hogy ezt nem tudom elmondani. Fú, jó melegben. Most miért látszik olyan messziről a tornyom? Nézd oda! Mi változott, bazza? Látod? Figyelj, full messzi, oda nézzél, hogy néz ki. Te Jézus Isten! Hát ez több, mint monumentális. Tök brutális, de most meg már tök jó, mert látszik. Lehet, hogy kellett hozzá néhány mentés, vagy nem tudom, hogy az így beleilleszkedjen ebbe az egészbe, és ez egy ilyen statikus dolognak vegye, nem csak egy ilyen ideglenesnek. Rohadt jól néz ki, bazza! Ez mekkorán néz ki? Tök jó! És ugye elvileg, nem is tudom, Démon Will írta az egyik videó alá, hogy 240 blokk magasságba tudsz utoljára lerakni, lepakolni. Azért az kemény lenne, hogy ennek az konkrétan a... Mennyi? Majdnem, vagy háromszorosa, ugye? Azért az úgy aranyos lenne. Amikor a zombi horda napján, nem is tudom, Zsolt Sebő azt hiszem, ő aggódott, hogy a madarak azok be fognak támadni. Lehet, hogy később igen, de egyébként azt egész jól megúsztuk, most jutott eszembe az. Föl kéne teke, kéne egy ilyen nagy rámpa. Skracok, mekkora lenne egy ilyen hatalmas rampát? Lehetne csinálni egy hatalmas 45 fokos rampán és azon felfutni. Az mekkora lenne?
Durva lenne. Jó, nem, nem hűlök meg annyira még. Jó, van itt meg megjött valaki. Ládákba, onnan sincs még fölordva semmi, ugye? Na, gyerekek, föl kéne pakolni. Nézzük meg, mi van a ládában. És itt van mag is. Igaz, hogy pont olyan, ami nem nagyon érdekes, meg gomba. Megy a gomba. Megnézzük, hogy nem tudunk valamit fölvenni innen, akkor ezt fölvittem volna. Jó, föl is vissza ezt a cuccot. Kapaszkodjatok, mert szédítő. Szédítő dolog lesz. Ja, egy létrát valahova egyébként le kéne raknom. Föl kéne pakolnom egy létrasort, és akkor azon föl tudnék futni instant, nem kellene itt izajánlom, körbe-körbe mennem. Sokkal gyorsabb lenne, nem? Ja, nem valószínű, hogy ezt meg fogom csinálni, csak mindig elfelejtem, meg mindig annyi mindent akarok csinálni egy ilyen részbe, hogy felét elfelejtem, és nem, lehet, hogy inkább a 90%-át felejtem el. Na, most meg kéne csinálni ezeket a... Hát remélem nem fog leszakadni. De ugokat. Azt a két vízgyűjtőt egyébként szerintem nem jó raktam le. Úgyhogy azokat a két vízgyűjtőt azt lehet, hogy föl fogom venni. Ugye nem van a land claim blokk, úgyhogy azokat föl tudom kapni, és akkor egy más elrendezést kellene itt kieszközölnem. Mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz. Ó, végre felértük, baze. Meg szédítő ez egyébként. Na! Igen, itt ez nekem annyira nem bejövős. Egymás mellé nem lehetett rakni, ugye? Itt meg... Nem tudom, hogy ez hogy volt. Várja, ki kéne belőle kapni majd a vizet, meg minden cuccot, csak egyelőre akkor egy kicsit rendezkedődjünk-e. A legtöbb dolog, ami van nálam, az a gyógyszer jelleg. Úgyhogy a gyógyszer jellegeket, azokat gyorsan pakoljuk ki. Mennyi lőszer, meg mindent, batyárul is tele. Ez is gyógyszer, ez is gyógyszer. Ez is gyógyszer, ez is, 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 de jó. Ugye, mennyi, meg egy csomó modifikáció, meg egy csomó mag, meg ilyesmi. Akkor az kéne, hogy a modok... Ez mellett mennyire lehet elmenni? Mert beraktam volna ide kettőt középre. Csak zavaró lenne, mi? Nem tudom, azokat hova tudnám rakni. Föl kéne egy sor még erre, és fölraknám oda őket. Ide. Ide. Úgyhogy azt fölrakom oda őket, és ott lesz akkor a kertem. Nagyon zavaró, hogy ezek ilyen rohadt nagyok. Igazából ide kell fölrakni. Ugye itt nem nagyon tudna leszakadni. Ó, jó is lesz az. Jó is lesz, ezt meg is csináljuk gyorsan. Sőt, lehet, hogy meg is csinálom, veszünk ki egy-két blokkot. És akkor, várjatok, itt még vannak dolgok, ezeket is majd kiszórom innen. Csak azt mindenképp meg kell csinálnom, mert ez így nekem nagyon nem jön be. És azt mondom, hogy le is tudom kopizni, hogy milyen blokkra akarom, olyanra. Jaj, kopizzunk, úgy lapocska. És akkor valahogy föl kéne ugranom oda, vagy nem tudom, hogy csináljam. Valahogy föl kéne mennem oda, hogy... Erre az ajtóra tetejére nem lehet ráugrani. Ej, most megcsinálhatok egy blokkot, úgy utálom. Na, és meg akkor keressem meg az izét, ezt a packot. Hol volt? Nem nagyon kell keresni, mert... De miért nem akarja rárakni, bazz? Miért nem rakja rá arra a keteteire? Ja, mert az külső blokk, mi? És akkor ezt nem fogja fölrakni oda, bazz. Ez nagyon nem jó nekem. De fordítva, fejjel lefelé, úgy fölrakná. Szerintem feje lefelé fölraknám, mindjárt meglátjuk. Így. Jó, így lesz akkor. És akkor ennek a tetején lesz a izé. Ne vicceljék, ki találta a keeper. Oké, okay, így tökéletes is. Ennek a tetején lesz, az a kettő víz valami csoda. És akkor nem kell kerülgetnem őket, tök nagy helyet foglalnak, egy olyan helyre kell rakni őket, amik abszolút nem zavaró. És szerintem ez így perfect lesz. Kellene nekem egy-két dolog, kellene fa, meg kellene cobblestone, azt hiszem, hogy még van. Hogy ne lenne, gyerekek, hogy ne lenne. Ja, hát a végeredmény az tök ugyanaz, úgyis majd ezt megcsinálom egy ilyen folyosóvá. Így legalább akkor már is kezdődött ez a folyamat. És ez így
Igazából nem befolyásolja, nem fog ez összeborulni. Meg ha összeborul, akkor se gond. Mármint úgy értem, hogy ez most rajt van ezen a... Hú, meg tudnék még egyet csinálni, még... Fú, ide tudnék csinálni. Már még akkor még ott ezt összekötném, ezt a kettőt majd. Ugye mondom nektek, hogy izé van, hang van. Mind amikor jön a zombi horda. Ilyen katorás, tudjátok? Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Nem tudom, hogy mi az, valaki jön-e, vagy valami támadás ére, de hát annyi baj legyen. Na, akkor azokat felrakjuk ennek a tetejére. Ez az. Na, mennyivel jobb lesz ez így. Jó, ezt kivesszük. Ebben nincsen semmi más extra. Ebből kivesszük ezt, meg kivesszük azt. És akkor ezeket fölkapjuk. Mi az? Mi meg kell javítanom? Mi hiányzik, mi kell hozzá? Műanyag. Még jó, hogy most szervetlen craft. Minden tudok, hogy hol van. Ezt én nagyon szeretem. Sőt, még tudnék egyet csinálni, hogyha úgy van. De egyébként mitől romlott el? Tökéletes. Ezt is kivesszük. Mert akkor itt lesz a kertem. Külön. Egy külön kertes. Kertes ház, gyerekek. Ez egy kertes ház. Yeah. Oké. Okay. Hol vagy? Hol vagytok? Azt nem tudom, miért ilyen pirosan mutatja, vagy mi a fasz, de hát... Igazából... Nem zavaró az. Oda rakhatom. Ezt meg. Ezt meg közelebb nem engedi, hanem ide. Forgatni ezt lehet? Aha. Így. Tök jó. Na, ez mekkora király ötlet. Nem foglalnak plusz helyet, de ugye elérem őket simán. Szuper. Ebbe rakom ezeket. Jó, hát ez akkor megoldódott. Azért ez szerintem kajak jó lett. Ugye? Nem engedte közelebb rakni egyébként egymáshoz. De annyi baj legyen. Akkor ide kellene nekem a kertemet megcsinálni, csak attól félek, hogy egyébként leszakad, de találnám. Nem tudom, milyen nehéz ez. Valahogy úgy kellene megcsinálni, hogy mondjuk rakunk egy sort. Így. Meg középen meg legyen egy út. Hát gyerekek, imádkozzatok, hogy nem szakad le. Ez tavaly kiderül, hogy ez hogy fog viselkedni. Igen, és ez pont úgy lesz, jó? Így lesz egy középen egy út. És szándékosan egyébként a végét terhelebb, leborul, akkor még most boruljon le. És akkor kellene csinálni, mi ez? Poc, vagy mi ez? Vagy... Pla? Itt fasz az ennek a neve. Na. Viszont... Jó. Azt nézem, hogy romlott húsom az vajon van-e? Van. És akkor igazából itt könnyen meg fogom találni. Receptek. Farming plot. Mi kell hozzá? Clay kell hozzá. Nitrát. Ezt ki is trekkelem, aztán akkor legyen kész az egész. Hú, egyébként ez marha jó lesz így. Kis kitrekeltük? Jó. Akkor kellene nekem nitrát. Meg kellene nekem ugye clay. Ami nincsen. Látod? Tök jó lett volna, hogyha elhozom a clayt. Yes. Oké, okay. Viszont a szelves craftba elkezdek belepakolni, meg a szelvetlenbe is. Viszont kell nekem akkor clay, meg mi kell? Romlott hús. És nincs romlott húsom. De ezt komolyan most mihez használta vele a romlott húst? Nem is volt. Ja, lehet, hogy nem is volt. És ez a nitrát, ez miért van ott? Jó, weapons, mindent kirakunk, ami egy nincs használva instant. A kaja alapanyagba is mehet ez. Ez jöhet ide. Ez nem kell. Ez is jöhet ide. Ezt meg megtanuljuk. Már csak az XP-ér is. Pia alapanyagba jöhet ez. Jó. És akkor konkrétan majdnem meg vagyunk. Romlott hús kéne szednem egyébként, akkor már ezt befejezném. Meg mindenképp amúgy is le kell mennem, kell egy kört mennem mindenképp.
Ja, klejét azt kére szednem, akkor meg ezt a fát is bepakolom. Viszont ez falsz kell is hozzá, úgyhogy az maradhat. Ez nem kell annyira nekem most. Meg akkor a modokat azokat kiszórom. Majd kiderül, hogy melyiket mire használjuk, vagy hogy. Ez meg kell. Szuper, gyerekek! Meg is vagyunk. Ezek ugye kellenek. Az a műanyag az nagyon nem kell. Az szervetlen craft. Mindig kérdezitek, hogy miért van ennyi doboz, de hát azért, mert így akkor tök jól van rendszeresítve. Én ezt nagyon bírom, hogy így rendszeresítve vannak ezek a dolgok. Azt megnézem, hogy a kolya alapanyagba véletlenül se dobtam bele izét. Viszont tenni akkor már kéne. Romlott húst, de nem, úgy látom. Romlott húst kéne gyújtani nagyon gyorsan. Meg amúgy kaja alapanyagot is esetleg. Az a baj, az nagyon kellemetlen. Mindjárt meg kéne nézni ezeket, hogy itt, és ezt nem tudod így megnézni, csak itt. A recept. És ne, nem tudsz corn seedet csinálni belőle, bazd meg. Mert nincs meg a szintet hozzá, és ez egy kurvára idegesítő. Mert akkor igazából mit fogok ültetni, érted? Milyen szídem van? Van lyukka szídem, semmire való. Ebből tudok valamit kinyerni? Nincs semmi alapanyagom. Itt van egy kis... ez. Vagyis nincsen magom, ez a gondom. Ebből a tökből... ebből se tudok tök magot, úgyhogy konkrétan, hogyha nincs magom, akkor nem is tudok. Van két kávészemem, van 6 darab ilyen, meg azt hiszem lenne a biciklibe. Ebből a berryből se tudok, biztos vagyok benne. Ez viszont el tudom ültetni krumpli. Ez tök jó. Ez is seed, ezt is el tudom ültetni. A kávéval nem tudok esetleg magot? Még azt se tudja? Semmit nem tud be azért ez a karakter. Kávémagot tudok. Jó, abból csinálunk magokat. Meg ebből is megnézzük, hogy esetleg berry magot tudunk-e. Tudnánk, csak az a baj, hogy kevés ez. Oké, semmi gond. És akkor azt csináljuk, hogy mindenképp lesz egy láda. Ezt meg is csinálom. Fú, azért nagyon tudom, hogy kaotikus, sőt, meg is van itt a ládánk. Ami ide fog jönni. Remélem, hogy ez tényleg nem... nem fog leszakadni. És akkor ide bedobom. És annyi lesz a neve, hogy magok. És akkor innen tudok majd, mindig, nem kell keresgetnem, hanem annyit csinálhatok, hogy ugye a kaja alapanyagot elviszem oda, a magokat meg mindig be tudom ide szórni. Szóval a magok közül ezek vannak egyelőre, ezeket el tudom ültetni, ami tök jó. Viszont kellene még ilyen, hogy figyeljetek, egyelőre nem is kell, nem? Hát igazából nincs annyi magom, hogy el tudjam ültetni, vagy tele tudjam rakni, úgyhogy ezeket lehet, hogy fogom. És ezt elültetem. Hét. Nagyon jó. Ezt nem vettem ki. Legyen kukorica is. Legyen tánc. 6 darab kukorica. Oké, meg. Van blueberry magom. 3. Meg elvileg pont van két. Egy krumplit nem tudok elültetni. Semmi gond. Jó, akkor igazából ezzel meg is vagyunk tök jól. Az a csont, ez mi a fasznak van nálam? Az nem is kell. Ezt a krumplit berakom. Jó, és akkor itt vannak a magok. És akkor itt már termelődünk. Ugye? Ez tök jó. Még szíde alakban van, de lol. És mivel ez föl van húzva maxra, amelyik fogalmam sincs pontosan hol van, az Isten nem fogom megtalálni biztos. Ezzel megpróbálkozom vele, de ez az. Ez, hogy farmerre fel van elvileg. Háromszor annyi szedek ki a dolgokból. A dolgokból elkezdi a hülye. Oké, szerves craft. Gyerekek, mennyi csontom van? Tudok majd egy csomó glút csinálni. Arra úgyis mindig szükség van. Ilyen, ez a nitrát se kell, mert akkor egyelőre nem fogunk olyat készíteni, ilyen dobozokat, nem minek. Viszont ez tök jó, és tök jó, hogy ott vannak a magok. Szerintem egy nagyon jó elrendezett bázis lett. Mire lenne szükségünk? Ja, a betonkeverőhöz kellene egyébként. Mix.
Erre kéne rágyulnunk, 21.30, de ez workstation-nös skillnek kell felmennie. Az meg valahogy úgy működik, ugye, hogy itt elvileg itt van valami olyan, hogy harvesting tool, meg ilyen hülyeségek. És kéne lenni egy olyannak, hogy workstation? Igen, ilyen. És ennek kéne ugye felmenni, akkor unlockolódik ez. Ennek. Ennek 30-ra kéne mennie. De ez mi az? Miért kap egy ilyen izét? Miért van ilyen lakat? Anvil? Meg kéne csinálnom? Vagy mi a fasz? Na mindegy. De várja. Ja, mert 25-en én azt se tudom megcsinálni, melyik, ez 30-on tudom megcsinálni. Jó, hát erre kéne rámenni, erre a workstation-os dolgokra leginkább. Ott meg voltak a vehicle-ök. Várja, hol volt az? Igen. Ezt már tudnék csinálni, hogyha meg lennének az alkotóelemek. Viszont ez egy adná, nem? Figyelj, ennyi minden kell hozzá? Nehogy már csak ennyi. Ennyi. De itt lehet venni? Várja. Mini bike-ot ne kéne trekkelni, erre rá kéne gyúrni. Ja, ott van egy csomó minden. Várja, nekem vannak az egy cuccaim hozzá szerintem. Hát kerekem az nagy, nuku, de ez érdekes, hogy nincs kerekem. Két kerék, van motor, motorom meg aksim van, kormányom nincsen, meg két kerekem. Ezt egyébként ez érdekelne engem. Annyi, hogy innen vigyünk egy kis lőszert, aztán menjünk le. Nézzünk körül a Trader Bobnál, meg amúgy is kell felhoznom cuccost. Jó, minden működik, ugye? Minden szuper. Nőnek a bozótjaim is. Ja, a Trader Bobnál körülnézünk, milyen könyvek vannak, ennek a workstationre rá kéne menni, meg egyébként minimálikot meg kell csinálnunk. Ezzel az valami progress legyen. Meg ugye meg kellene csinálnunk a heavy armorokat, csak azt most egyelőre azért nem akartam, mert ezt tudjuk éjszaka is teljesen fölösleges most nekiállnom. Nincs egy skill pontom egyébként? Egy van, és azt akkor megint ugye beszéltük, hogy a heavy armorra fogjuk rápakolni. Igen. És akkor ugye még jobban. Még inkább erre rá fogunk. És akkor furra nyomjuk a heavy armort. Fullba nyomjuk a kretét, aztán nem jön az Oscar bácsi. Jó. Kurva jó. Na, nézzük meg, mi van Trader Bobnál. A lóvé is kim van a biciklibe, úgyhogy arra nélkül szerintem nem kéne neki állni. Igen, a lóvé is itt van. Meg itt van még kettő kukorica magia, ja, az jó. Meg itt azért vannak izék, vannak jó dolgok még. Erre felejtsük fölvinni, de viszont egy Trader Bobnál körülnézünk. Motoralkatrész ügyben, ennél csak van még. De kerekeket honnan az anyámban? Egyébként nem mondom nektek, hogy volt kerék a izébe. A régi bázisomban. És tudom, és lehet, hogy írjátok is, meg ti is azért gondoltok. Volt. Egy vicc egyébként. No, várja, nincs ilyen külön, hogy mit tudom én, vehicle dolgok, nem nagyon látok. Szerintem lenne rá kell esti. Várja, mini. Ott van a minibike-nak a izője. Meg kéne nézni, hogy wheels-eket tudunk csinálni, vagy az... Mindjárt. A wheel, azt nem tudom, van az anyámból szerzek. Minibike, ilyen. Ezeket miből tudom megcsinálni? Rugó mechanikus alkatrész, ugye ilyen egyébként szerintem van nekem. És ezt miből tudom megcsinálni? Iron. Figyelj, ezeket igazából meg tudnám csinálni. Egyedül a kereket azt, hogy az agyámba fogom. Ó, van ilyen. Acid. Hát bazd meg, ezeket össze tudod rakni, öcsém. Meg tudnánk csinálni a minibike-ot, nem? Hú, rá kéne függeni erre, gyorsan meg kéne csinálni ennek a dolgait. Kettő kerékkel. Figyelj, ilyen acidot nincsen, mert azt szerintem ebből van a legkevesebb nekem. Az a baj, mindig itt futkozni, igazad van, nagy ruskolja. Egy darab ennyi?
Ez komoly. Jó, mindegy. Nézzünk könyveket is. Bowhunter nem kell. Egyébként ez tök jó. A farming is jó. Armor crafting skill-t növelni. Figyelj, ezeket lehet, hogy megvan. Meg Lucky Looter. Figyelj, egyébként szerintem erre lenne érdemes elkölteni az összes pénzünket, mert ugye ezek XP-t is adnak agybe főve. Úgyhogy ezeket én megveszem, bazd meg. Na nézzük, miket unlockolgatunk. Ott unlockolgatunk. Ott van például tök mag, ami ugye... magot megint izéltem, unlockoltam. Pipe pistol. Nagyon jó. Egy csomó mindent unlockolgattunk. Oké. Fölmegyünk, megcsináljuk a minibike-unkat, arra jutottam. Viszont várjatok, mi az, ami nincs? Mert egyébként nincsen nekem... ugye clay az kellene, mert vashoz valószínűleg kell. Meg egyébként itt a vasokat is lehet, hogy ki kéne csapkodnom. Úgyhogy ezeket a vasokat itt kiszedem. Hogy legyen valami kis vasunk. Meg utána egy kis clay-t is gyűjtünk, mert ugye 16 óra van, és ez szükségeltetik ugye vas, az mindenhez is kell. Ez mi? Ez micsoda? Ez ólom, bazza. Na. Itt még vannak ilyen vas lelőhelyek. Tudom egyébként talán fúrrék, akkor még lenne plusz. De ott rohadjon meg. Ez mi? Ez meg izé, ez meg ilyen... Olajpala, vagy mi ez? Kéne viszont nekem clay. Arra szerintem szükségünk van. Az megint itt elkezdek ásni. Valahol, nem tudom, folyóparton, vagy valahol, ahol annyira nem annyira feltűnő, ott ásunk, vagy nem tudom. Nem akarom, hogy tényleg széttúrni itt a dolgokat, de annyira rüellenék most megint elmenni olyan messzire. Jó van, itt a folyóparton szétásom. Úgyis ilyen össze-vissza van minden. Jó ez. Nincs nálam valami pia? Megiszom azt az acidot mindjárt. Ja, össze tudjuk dobni, basszus. Nem is tudtam, hogy ezt össze tudom rakni, ezt a minibike-ot. Nem figyeltem. Mindig arra figyelek, hogy a betonkeverő legyen, mert mindig építkezési lázba vagyok. Meg kellett volna hozni, látod azt a jövőt, ezt a sok clay-t, ami ott volt, de hát mindegy. Az a baj, itt nem olyan jó a föld, és ilyen fele homokot ad. Nyomjunk jobb gombosat. Figyelj. Jobb gomba. Power attack-a. Együtés. Csak nagyon eszi a staminánkat. Ugye, hogyha például lenne valami jó kis kávé, akkor tudsz így ásni. Jobb gomba a folyamat. Most meg megéheztünk, még stamina redukálás van. Jó, menjünk föl. Csinálunk, olvasztunk be clay-t. Hú, de jó. De jó, hogy most már látszik a bázison bármilyen messziről. Eznek nagyon örülök. Megnézzük, összeszedjük, hogy meg tudjuk-e csinálni a mocit. Fú, ez a stamina redukálás, ez egy őrület. Meg össze fölvisszük a izébe, a motorban, meg a dobozokból a cuccokat. A motorból mindenképp, mert abban még van szídünk is. Valami cuccocska, valami cuccocska. Ebben meg mi van? Még abban is van, azt hiszem. Ó, jó van, oké. És mindent sikerült fölvinni. Ez tök jó. Egyébként kéne tényleg egy ilyen garázst ide csinálnom, ahol van egy-két láda, meg ott tartom a járműveimet. Viszont, ja, nem is tudom ki írta, talán Demon Hill írta egyik videó alá, hogy nem valami jó ötlet erre szinteket húzni. De viszont úgy szinteket húzni nem rossz, hogyha csak a középső rész ezen támaszkodik, érted? Érted, hogy gondolom, hogy a nyúlványokon ne támaszkodjon, hanem konkrétan ilyen középen lenne ilyen oszlopos rész, és több ilyen szint lenne. Mondjuk legfölül csak vízgyűjtők lennének, vagy pedig helikopter leszálló. Érted, hogy értem.
hogy egy ilyen nagyobb platform is lehetne még egy. Tehát ilyen dupla lenne, dupla magas lenne. És ugyanúgy ki tudnám lógatni, mert középre támaszkodna. Okidoki, akkor a következő a dolg. Először is kéne csinálni két darab kereket, ugye az például nincs, azt hiszem kerekünk nincs. Ezek kelleni fognak, kelleni fog majd duct tape-et csinálnom, kell olaj, ahogy láttam, meg kell lámpa. Először akkor csináljuk meg, próbáljuk meg a kereket megcsinálni. Mi nincs hozzá? Nekem szenem nincs hozzá, de a szenet azt töménytelen mennyiségből tudunk szerezni, innen például. És akkor itt van a minibike, ugye? Ehhez kellene wheel. És mi az, ami nincs hozzá? Trekkeljünk. Vas kell, meg polimer. Vas kell. Igen, és kell olvasztanom kézét. Meg acid, igen. Szelvetlen craft, de mennyi acidom van? Van még 7. Mert ugye kettő kereket kéne craftolni. És akkor jó, megvan ahhoz is kettő, megvan ahhoz is kettő, és van ilyenünk is. Jó, akkor ezt meg tudjuk csinálni, kettő darab kereket kapásból craftolunk. Szuper. Viszont akkor kellene nekem mini bike, ilyen kell hozzá. Melyik part? Valami nem stimmel. Ja, megvan, megvan, szuper. Ez mennyi idő alatt csinálja meg a két kereket? Hó, mindjárt meg is lesz, szuper. Ez még kell rugó. Oké, ez is megvan. A cső kellene hozzá. Meg kell a rugó. Oké. Egyébként ilyenkor tök érdemes betrekkelgetned, azt akkor nem kell szarakodnod, de már meg is van. Ezt lekraftoljuk. És akkor kellene hozzá nekünk még egy váz. A vázhoz viszont kellene iron, még kelleről, és electric part van. Na, akkor kellene nekünk néhány. Várja, a szenet visszadakhatom már, az ugye nem kell. A szenecske, benecske. És akkor kellene iron. Jó, tudunk csak aktolni 26-ot. Oké. Okay. Jó, oké, okay. Akkor megvan a kettő kerekünk. Ugye meg elkészül ugye az is. Addig közben valamennyit kéne itt rendbe raknom a dolgokat, mert közben bolondéria van. Ez mehet ki ide, ez is mehet ki ide, ez is mehet ki ide. Tényleg kellenek majd egy eladó cuccok, úgyhogy ezt meg is elmennek. Eladó cuccok, frankó. Például ilyen, mondjuk ezt, hát fasz tudja, meg lehetne tanulni, meg ilyesmi. Szelveskraft. Na, hogy mi történik itt? Mindjárt megvan ez, és akkor ehhez meg kell ugye, ami hiányzik, az a vasacska, de az is most már elvileg meg lesz. Nézzük meg, mi hiányzik hozzá, trekkeljük be. Ja, nem ezt akartam, hanem ezt akartam. Na, ezt akartam, na. Kell hozzá ragasztószalagja, meg bőr. A bőröm az elvileg a szelves kraftban van. A ragasztószalagom a szelvetlen kraftban volt, lett volna, de nincs elég. Úgyhogy három darabot kell csinálni, azt hiszem, hogy van gloom. Meg mi kell hozzá? Klot kell hozzá, ugye? Az meg a szelves kraftban van, oké. Okay. És akkor csinálunk duct tape-et. Egyébként abban csinálhatnék többet, mert az mindig kell. Úgyhogy megcsinálom az összeset. Oké. Okay. És akkor mindjárt kraftolhatjuk azt is. Megvan a kormány, kész a kormányunk is. Megvan két kerekünk, megvan a kormányunk. Tökéletes. Na, mi kell még, gyerekek? Ja, éhesek vagyunk közben, meg kéne valamit enni. Nincs semmi kész kaján, bazza. Azt hiszem, hogy viszont itt van a lapagyag bőven, 17 darabnak. Csináljuk csak. Na, mi történik? Mi folyik itt? Meg kell csinálni, az megvan, meg a kasznit ugye. Craft. Tök jó. Meg a heavy armor kellene majd, azzal kéne okozni valamit. Viszont itt lehet, hogy jó rendet kéne rakni.
Egyelőre mondjuk az olyanokat, amik lehet, hogy kellenek, azokat így behagyom. Jó, egyelőre behagyom. Bár valószínű, hogy erre nincs szükségünk. Erre sincs szükségünk. Meg igazából... Most erre se lett szükségünk. Ez miért ide rakta? Azért, mert vasat lehet belőle csinálni, és hülye vagyok azért. Ja, meg úgy látom, hogy az acit se kell, de tök jó, hogy egyébként elraktam mindent. Ja, meg kell majd egy motor. Meg kell majd egy jó aksi is kell. Jelenbe aksi. 37 másodperc. És akkor már nézhetjük, hogy a minibike-hoz mit kellenek. Betrekkeljük, ez nagyon jó. Aha, már megvan minden, csak a kaszni kell. Azért lesz minibike-o! Hát miért nem csináltam meg ezt a löp? Ez kurva jó. Na, itt a vízgyűjtők meg dolgoznak el erre, ne viccelj. Ez is tök jó. De fölraktam, ez nagyon, ez is szeretem, hogy ott van. Viszont itt van megint magom, gomba meg ez. Ezt ugye ez is mag. A magokat, azokat gyűjtjük egy helyre. Nyilván. De ezt megeszem igazából valami vizem bőven, amivel ellensúlyozom. Na nézzük, mindjárt kész a, kész a, kész a. Ott van. Minibike-ot csinálunk. Minibike-ot csinálja. Mennyi? 1 perc 26. Mindjárt megyünk egy karikád vele. Hú, de jó. Egyébként alulra kellene majd valami ízét, garázs csinálni. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy viszünk ilyet. Meg viszünk ilyen külyet. Viszünk klét is hátra kell. Aztán lehet, hogy megcsinálom. Viszont akkor most már kirakhatok minden alkatrészt, ami ugye nem kell. Várj, ezt ide rakok egy ilyen túlok közé. Túlok közé nincsen más. Hát ezt viszem magammal, mert mindig kell, ugye. Jó. Hú, nagyon örülök, kám. Komolyan mondom, nagyon örülök. Ide, szervetlen craft. Szervetlen craft. Mi a szervetlen craft még? Ez is, ez is, ez is. Jó. Vas. Szerves craft. Szervetlen craft. Ezt le magunknál hagyjuk, a klotot az mehet a szervesbe, meg ez is mehet a szervesbe, az meg mehet a vasba. Az meg mehet ide. Meg van még egy szervetlenem. Ezért kell a sok láda, gyerekek, hogy frankon működjön minden, és itt voltak alkatrészek, az meg mehet ide. Na, megvan a minibike közben. Még 10 másodperc, jó, tök jó. Egyébként ezt érdemes nézni, hát sose nézegettem ezeket, hogy éppen mit tudok elérni, aztán így elég nehéz, nem? Hogy itt ugye meg tudod nézni, hogy augert, az 61-esen tud csinálni. Steelt? Ja, azt meg 32-esen majd. Ja, itt vannak a különböző túlok, meg mindenféle. Ezek is ugye... Ez majdnem maxon van, bazze. Ja, nem maxon, hanem... Ugye 51-en gondolom elér rám a következő szintűt, és akkor így növekszik. Shotgun, puskák, ilyen pike puska, de semmire nem jó. Ez kellene ugye elérnem minél hamarabb, csak pont arra nincs semmi. Kaják. Na, megvagyunk. A kurva! Bazd, rendesen Júj! Az össz... Nem a hátam, az összes mindenem borsózik. Bazd, hát hogy a faszba? Ez hogy csinálja a játék? Ez hihetetlen. Úristen, én rendesen minden bajom lett. Rendesen borsózik mindenem. És ilyenkor ugye beszponuljám őket. Csak ugye annak az a szerencse, hogy azok nem érzékelnek. Tehát így elkóricálnak. Arrohadt anyjába. Na! Kész alapanyag, mi ez? Pia alapanyag. Izé kellene nekem néhány, vagy iszok be a vizet, bazze. Meg vagyunk izébe, mókorodva itt. Nem foglalkozok a kaja szintemmel, meg a pia szintemmel most. Mert itt nagyba eldolgozgatunk. Ja, erről a húsos kajáról le tudok szokni, és akkor tudok csinálni ilyen különböző grillezett kukorica, meg minden faszomokat. Meg is jött a Jenő, bazze. Figyeld. Ide kell jönnötök, nem zavar benneteket a dolog?
Vazza, följöttek, hallod? Ez meg itt most... Hát... Szóval sorry gyerek, de ez így működik nálunk. Na jó, beketörnem az ajtódba, de fötévednek. Még a sikidó zombire fölkelisztál, vagy nem tudom, egy ajtót kéne alulra csinálnom, vagy mit csinálják ezzel. Ez ilyen dolog, ugye. A gyerekek leugrassak a bicikliveiddel. Így, azt nullára tudom én is tanulni. Jó, hát lemegyünk. Bazzá, hát nem gondoltam, hogy én... Hogy idáig... A sikító szerintem be tudja spawnolni olyan helyre is, ahol a... Ahol claim blog van. Nem hiszem, hogy ez... Hát azért jó, hogy nem... Itt vagyok haver, bazze. Ha valamit... Tiszteletet ad meg, hogy legalább nem mész mellettem. Hallod ezek szépen? Sorba? Ezek szépen sorba fölballagnak. Akkora lendülettel megy a csóka. Akkora lendülettel vered fölfele, hülyéje. Hogy engem meg szarik rá, érted? Megijön bazd meg egy. Hát ez csodálatos. Hát ez hihetetlen. Följönnek, tessék. Ennyit arról, hogy nem érzékelnek meg ilyen hülyeségek. Gondolnak egyet, bazza, hogy ülnek. Na, hol van a vizé, robogom, hát már ki akarjuk próbálni. Azt nem mondjátok, nem hoztam ide, vagyok. Üres a tank. Ne. Mennyi cuccot lehet elvinni benne? Komolyan. Úristen, ebben nagyon sokat, mondod? Föl kell mennem, bocs. Ilyenkor hogy csaphattak a homlokotokra? De nektek se jutott eszetekbe, fogadjunk, hogy kell üzemanyag ebbe a kotlába. Csillamkám egy garást ide alulra, hallod? Valami kis lájtosat, meg egy ilyen kis utat, hogy be tudunk oda parkolni, olyan laza legyen, mind a kazán. Csak fölkövergődnem magam megint. Hát ez szörnyű. A beton keverőkére ráálldom, aztán akkor boldog lennék. Ja, meg izére akarok ráállni. Tudod mire? Aha, nem a mérlegre, hanem... Hát mindjárt elmondom, hogyha rá eszembe jut, várjál. Armorra, heavy armorokra. Na egyébként ezt meg is tudom nézni mindjárt, aztán megnézzük, hogy van, csak előtte vigyünk ebbe a szarba, az a... Szelvetlen craft. Üzemanyagot, nagyon jó. Várjál, most megmérem, mert mondtátok, hogy nagyon sokáig tart ide eljutni. Vagy lejutni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hát egy olyan 20 másodpercnél tovább nem tart, úgyhogy nem annyira veszélyes. Próbálom itt menteni menthetetlen. Na, ne tankoljuk meg. Az 1000 liter beleugrott, hallod? Ennyi vége? És ez komoly? Ez valami vicc? Ennyi a vége? Na ne borítsál, testvérem, ez a vége ennek a kotlának. Hát én nyomok shiftet mindenfélét, de ezt nem nagyon akar menni jobban. Yeah. Jó, mondjuk elég sok minden belefér, az még talán jó, de hát nem vagyunk megelégedve teljes mértékben, én úgy érzem. Hát ez a bicikli szerintem jobban megy. Meg igazából mit tudok nyomni ezen? Semmit? Semmit, bazza. Hát jó, oké, megcsináljuk a garázst. Trader Bobnál jobb garázsom lesz, ne vicceljünk. Oké,
csodálatos varázsgarást, azt föl kéne húzni. Figyeljetek, egyébként ez nem lenne itt rossz megoldás. Ezeket a ládákat így mindenképp föl kéne csapatni. Az a baj, hogy kétszer kell osszam. Ja, nem tudom fölvenni. Valami okosba valahogy úgy elrendezve, hogy ugye amikor azért zombi horda van, akkor ne meggajdulva szétverjék az egészet nekem. Hanem mondjuk ide oldalra. Mondjuk ide. Itt lesz. Itt lesz a garázs, itt lesz a garázs, a varázs, varázs, garázs. Itt lesz a garázs, a garázs, varázs, a garázs, varázs, varázs. Jó van, én meg a, én vagy, nem vagyok hülye, mi? Ja, kihassam a izét, az alapot mindenképpen, ne legyen ilyen snasz. Kűj alapja legyen. Fagarázs legyen, gyerekek, vagy kűjgarázs? Egyébként lehetett volna mély garázs, hogy így lemész, azt akkor ugye... Lehet craftolni ugye, mi az? Ilyen garázsajtót, ilyen tök jó volt, amelyik így kinyílik. De azt hiszem, hogy csak izével, elektronossággal tudod működtetni, úgyhogy azt egyelőre azt hanyagoljuk. Ugye kitaláljuk, hogy mekkora varázsgarázs legyen. Igen, nem bonyolítom túl. Mert mindig azt mondjátok, minden túl bonyolítok. Ígérem, hogy ez nem lesz túl bonyolítva. Be lesz ragva a bicikli oda, meg minden is. Tényleg nem fogom túl bonyolítani. Ez viszont innen megy az a kaktusz. Isten áldjon. Oké. Okay. Hát körülbelül ekkora lesz szerintem. Ide ma, még majd, hogy nem a íze is beférnem. Srácok, a tocsi is, nem? Befér ide a tocsi? Nem tudom, az mekkora. Mondjuk van a trader blokknál, le tudnánk lépni. Mármint, hogy hány méteres. Ilyen, ez így lesz, gyerekek, így lesz. Ekkora lesz aztán, hogyha nem fér bele, akkor ugye tudunk növelni rajt. Egyelőre még a motornak, meg egyébként akkor ide berakom a ládákat, meg ilyenre gondoltam aztán, hogy lesz egy ilyen garázs feelingje tényleg. Lesz egy ilyen kis féltető tetején, ami így előre jön. Hú, de jó lesz, ez már előre várom. Komolyan, nekem nagyon tetszerek az ilyen építkezési. Egy részben nem tudom megoldani, hogy ne építkezzek, mi? Régebben volt az, hogy szalma bálára ugorva nem sebződtünk, arra kíváncsi lennék. Azt lehet, ki kéne próbálni, ezt akkor le tudnék jutni, de biztos, hogy ilyeneket megoldották, hogy simán sebződnénk. Na. Ami is lesz az olyan kicsi? 19.51. Hát ezt mindenképpen gyorsan. Gyors megcsinálom, nem tart sevedik gyerekek, aztán ezt befejezzük. Legyen egy motorunknak, legyen egy csodálatos garázsa. Csak az lesz a baj vele, megmondom mi. Lehet, hogy ilyen féltetőt kellene. Mint hogy legyen mind a két oldalon bejárata. Mert különben mindig forgolódni kell azt az idegesítő. Mondjuk ekkora helyen meg is tudok fordulni, nem igaz? Legalább növeljük az XP mennyiségünket. Ugye az építkezés több XP jön, mint hogyha ölnél bármit is. A Skybase és a kicsi garázs. Két barátok együtt. Hozhattam volna le egy kis kávét. Hú, egyébként rengeteg kávét tudok majd csinálni, mert ugye az most növekedik. Ezt mindig le kell szüretelnem, és tudok csinálni kaját. Meg akkor ugye kukorica is lesz, meg akkor már tököt is tudom csinálni, ugye, azt elfelejtettük. És akkor ezeket tudom folyamatosan főzni, nem kell vele szórakoznom, hogy mondjuk, ha nincsen húsom, hanem csak arra kell figyelni, hogy mindig csináljuk meg ezeket a kaját. Hát igaz, hogy nem a legopébbak, de hogyha már lesz annyi alapanyagunk mindenfajta, akkor viszont tudunk tök jó dolgokat, kajákat csinálni. Rá kell állni, majd meg kell nézni, hogy van-e olyan kaja, amit meg tudunk csinálni. És meg kell nézni, milyen alapanyagok kellnek hozzá, és akkor azokat termeszteni orba szájba. És akkor önállátóak leszünk teljes mértékben. Nem kell azon aggódni, hogy jaj, most megyek vadászni, kéne kutyahús, meg a tököm, meg a Trader Bobnál arra költjük érted a pénzünket, annak se sok értelme lenne. Mindjárt megvagyunk. Látjátok, milyen sok plate kiszedtük? Nincsen izé? Nem, nincs elköthető még ilyen skill pontunk? Itt nem írja. Ja, hát biztos lesz még egy, azt megint rárakjuk a izére, heavy armorra. Ez tényleg olyan leszünk, mint egy tank.
lekraftoljuk. Durva, hogy ezért legendary parcot nem ad. Legelején adott kétszer is, elcsesztük ilyen hülyeségekre, és azóta nem ad legendary parcot. Ugye, hogy hatos cuccot tudja kraftolni. Oké. Okay. Egyébként tudnék csinálni, lehet, hogy azt kellene, hogy cobblestone blokkot csináljak. Mert akkor, hát ezeket csak tudom, hogy ilyet akarok lerakni. Ennyi az összes? Nem sok van. Jó, csinálom, kraftoljunk cobblestone blokkot. Nem, nincs kedve most upgrade-elgetni. Bár az igaz, elég jó XP. Egyébként a lekraftolása az nem ugyanannyi XP-t ad. Nincs izé, nem kapunk craft után XP-t. Régebben kaptunk kraftolás után is XP-t, halán komolyan, én úgy emlékszem. Szóval lehet, hogy én vagyok a hülye. Ilyenre pazarlom az alapanyagot, ilyenkor gondoljátok, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon hülye ez a csávó. Jaj, de ezt nagyon lassan, rohadjál meg, én nem fogom ezt megvárni. Kurva lassan izéli. Nagyon lassan kraftolja, de viszont building blokkunk az meg már van is. Úgyhogy akkor ezt tudom csinálni. Ja. Gyorsabban upgrade-elek, úgyhogy nem érdemes lekraftolni ezeket a cobblestone blokkokat. Viszont cobblestone-t azt kéne. Ez az. Jó lesz. Lehet, hogy csak egy ilyen fa. Egyelőre csak fából fogom megcsinálni. Mert lesz egy ilyen feelingje, az alapja az mondjuk kő lesz. De mondjuk csak fából lesz meg az oldalai. Ilyen fészer. Ilyen fészer lesz. Sőt, már rá is jöttem, hogy hogy fogom megcsinálni. Elvileg van ilyen 50%-os half block, ugye? Hogy ne is blokk legyen az oldala, mert az meg ilyen tök tré. Ilyen hülyén néz ki, tudod? Mi a francnak az? Ilyen vastag 1 méteres falai, minek kellene egy fészernek? Oké, és akkor most menjünk gyorsan végig rajt. Sőt, kitaláltam még valamit, hogy körbe lesz ez csak ilyen. És a belseje az padló lesz, fapadló. Fölösleges. Megcsinálom izére, cobblestone-ra. Egy az, hogy alapanyag rengeteg, meg rengeteg idő. Meg majd később megcsináljuk, hogyha egy ilyen modernebb lesz ez az egész. Most legyen egy ilyen kis parasztás stílusú. Tetején nem tudom, hogy fogom megcsinálni. Tök jó lenne, hogyha nem csak ilyen snosz lenne, csak annyira bonyolult összehozni ezeket a döntött tetőket. Sőt, lehetne az oldala ilyen sima lapos cucc is. Mindjárt kitaláljuk. Már egyébként körvonalazódik a fejembe. Mi nincs fám? Ne őrítsél meg, bazza. Komolyan mondom. Semmi a üzem nincs. Mi a pöcsömér nincs fám? Nincs fám? Hú, hát ültetni kéne fákat egyébként. Aztán akkor lenne fája az embernek, nem? Lenne annyi eszem. Az baj, hogy ilyen fából kijön 8 vagy 100 fa, az abból föl tudok upgrade-elni körülbelül 10 darab blokkot, az elég gyér. Hát van néhány fát, kicsapom őket, azt újra ültetem, nem tudok mit csinálni. De szerintem nem is volt fönt fa már, nem volt semennyi fám. Jaj, de jó egyébként, hogy ez most akármilyen messze elmegyek, akkor nem tűnik el, ez nekem így nagyon tetszik. Tök bírtam, vagy bírom ezt a dolgot így.
Jaj, nagyon jól néz ki. Nekem nagyon tetszik egyébként ez a bázis. Ez a bázis eddig, kicsit van egy ilyen nosztalgia feelingje a régi időkből. De biztos van valaki, mi? Fú, baszad ez a gyárat. Ez a baj egyébként ezzel a... Azt, ott egy zombi horda. Ez a baj ezzel a... baltával. Ezzel a kalapáccsal, hogy rohadt lassan üt, és amikor ilyen instant futnak rád, akkor igazából macsod nincsen, hogy leüst. Hát amikor így elvánszorognak feléd, akkor laza. Nagyon kéne heavy armor, mert csomó ízét. Bazzi, ne ford, mi a picsa ez a csem? Ez valami nagyon-nagyon heavy armor. Hú, hát ez nagyon mazlin van te ezzel. Szerintem. Hú, de jól néz ki az a bázis. Tiszta űrkorszak. Lemenő nap fényével, azt a betyár, de jól néz ki, basszus. Ez több, mint brutál. Nagyon jól néz ki. A sziluettje. Nagyon, nagyon tetszik. Most tényleg nem azért, mert én csináltam, ezek nem amiatt, hanem tényleg ilyen nagyon epic. Jaj, nagyon epic, hallod? És működik, érted? Hordaváróként is működik. Az ma izé, Trader Bobé. Nyomta is a dudát, hogy húzzá innen kis köcsög. Jó. Azt hiszem, hogy vannak ilyen broken, mármint ilyen törött blokkok. Lehet, hogy abból kéne megcsinálnom ennek a falait. Hogy ilyen lyukas, ilyen leváló deszkák, ilyen tök ronda legyen. És ez tök feelinges lenne. Mindig úgy érzékelő, hogy engem támadnak zenéből kitérve. Szóval rengeteg üzét elhasználok így fát. Nem is olyan kicsi ez az épület. Azt hiszem, hogy 3 darab fát kivágok, azt akkor minden oké. Okay. Valahol van, majd kell ültetni. A következő részben kéne ültetnünk, gyerek. 35. nap jön a zombi horda, addig azért van időnk még fejlődni. Fákjákat kellene csinálnom egy csomó. Nincs fákjám. Nincsen világításom. Körülbelül konkrétan mindig sötétben vagyok mindenhol, csak van fejlámpám. De egyébként tényleg kevesebb szerintem a sikító zombi, ami ott nem használnak fákját. Néha egy-egy megjelenik, de nem az van, hogy naponta 2 darab rohangál. És Ferikének az aggodalma, várjátok, ezt a mizét kellene megnézem, hogy vannak ezek a broken blokkok, az nagyon érdekel engem, hogy adna neki egy ilyen feelinget, azok nem is tudom, hogy mik ezek tök jók, ezek nagyon jók, ilyen tetőalkatrészek, meg minden, abból nincsen olyan, amelyik, ez milyen, ez sima brick fal. Az a baj, hogy ez nem ilyenre gondoltam, hanem valami laposra. De olyan meg nincs is. Csak ilyenek vannak, de hát ezek meg ilyen tetőalkatrészek. Ez mi? Ez csak egy ilyen vékony lap. Lol. És ez egy blokknak számít? Ez mondjuk az elég epic. Na, csináljuk meg idejével akkor. Hogy is hívják be a gyerekek? Sima palánkból, vagy mi ez. Sajnálom, de ilyenből kell megcsinálni. Gondolkozzunk. Fordítsuk-e? Talán nem ugrik rá nyakamba semmi most. Csinálunk rá ablakot is. Feelinges legyen. Várjál, ezt meg ide kell. Egyébként úgy kellett volna raknom, igen, hülye raktam, hogy kifele nézzenek. Mert akkor... akkor ugye belül nem foglal helyet. Csinálok rá majd ablakot. Szerintem az tök jó lesz.
Na, így kell. Tíz óra lett, én meg itt szórakozok. Nincs nálam lőfegyver. Futó zombik ellen ez meg ez a lassú szar, ez nem a legideálisabb. Mondjuk egy abszolút nem érdekel, ha meghalok egyébként ebben a játékban. Nagyon sokan biztos úgy vannak vele, hogy ez egy ilyen hatalmas problémát okoz nekik. Hát én nem az a fajta vagyok, ahogy észrevettétek. Szupi, 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 és még egy magasságot fel kéne rádobni azért. Itt kettő, ide rakunk be ablakot majd. Úgyhogy mindjárt kopizunk az blokkot, és föl tudjak ugrani, és akkor még egy magasságot, és kopizunk még ilyen blokkot. Meg kopizunk fordítást. Mondom, fordítást kopizunk. Ja, mert jó, úgy volt, de hülye vagyok. Ez nem túl magas? Nem, pont jó. Oké. Kopizunk, fordítást. Kell majd ablakblokk. Leesett a hülye. Meg kell majd valami fákja is. Oké. Okay. Az elejét. De legyen, majd mindjárt kitalálunk valamit. Nézzünk ablakblokkot, de valami rusztikusat. Valami ilyen nagyon retrót. Valami, az se baj, ha be van törve. Ó, ez jó lenne, ilyen betört. Figyeld. Ez feeling. Nem? Csak nem ártanom, hogyha normális. És ellene fordítva. Ez nem elég, nem tölti ki. Azt hittem, hogy ez egy ilyen egyszer egyes. Ja nem, mert középre, ez nem középen van, pillanat. Vagyis nem a szélén van, nekünk olyan kell, amelyik szél, nem középes, hanem szeles. De hol van olyan baza? Itt van szele, olyan. Nincsen oldalas ebből a fajtából, lol. De kár, figyelj ebből, ez mind középen van. Ez is középen van, ez is középen van, ez is középen van. Ez szar. Ebből, melyikből volt olyan, hogy ebből az egyből van olyan, amelyik szél. Úgyhogy ezt kénytelenek vagyunk ilyet rakni. Nem baj, azért így is feeling. Nem? Be van törve, lol. Nekem ez így bejövős. Direkt ilyen. Szerencsétleres. Oké. Okay. Ja, még valamilyen blokkot akartam. Mindenképp egy feles blokkot. Egy basic. Ha nem tudom fölrakni erre, mert külső. Jó van, oké, semmi gond. Úgy gondoltam, hogy rakok rá egy ilyen... Hogy nevezik ezt? Ilyen árnyékolót, csak ugye nem tudom oda rakni, mert ez most így lett volna jó. De hát ugye nem tudod kívülre rakni, mert ugye kim van a blokknak a... Ott van érzékülődve. Semmi gond. Most mit nyomtam, öcse? Nekem kellene half block, azt tudok csinálni? Aha, ilyenre gondoltam. Pont, csak nem centeredre. Van ebből ilyen, hogy nem centered? Kiugye, ez az. Fuck yeah!
Oké. Oké. A garázs, a garázs, a varázs garázs. És még valamit akartam csinálni. Jaj, annyira tetszik ez a varázs garázs. És te biztos utáltok egyébként ilyenkor, amikor így eltökölök egy csomó ideg. Ugye bútorzat is kellene nekem. Jó. Na, hát valami ilyesmire gondolt a képre. És ezt tudom a storage-nek használni? Na, ne. De nézze. Hogy ilyen nem is ide akartam, hanem mondjuk rakjuk ide. Hogy nem is tudom. Volt még valamilyen fajta, mindjárt megnézzük, hogy milyen storage-eket lehetne kialakítani. Csak nem ez kellene nekem, hanem így lássak mindent. Oda nézzé, na itt van ilyenek. Szekrénykék, meg ilyesmi. Radiátor, új, itt volt a rácsos ablak, te hülye. Ez nagyon feeling, ez jobban adta volna, mi? Csak ez lehet, hogy nem centered, hanem te. Ez pont jó. Sőt, ezt még így föl, be tudod rakni. Úgy, nem, ezt biztos utáljátok bennem, de nagyon imádok izelni, craftingolni, meg írtátok, meg szerintem tök igazatok is van abban, hogy rohadtul izéik, rohadtul részletesen szeretem megcsinálni, meg nagyon szeretek eltökölni ezekkel a dolgokkal, miatt bocsít, tényleg. Várjál, ez egy ilyen szökrény, ám. Csak ez nem, ez csúnya szökrény. Mindjárt izé, keresünk valami jó szekrényt, vagy valami szépet. De, igazából ez néz ki jól, nem? Ezek néznek ki jól. Ez ilyen half, ez meg ilyen egész. Ura, némig vannak még ilyen nyilak is, meg minden. Útjelzések. Te, az kurva életbe. Ezek is jók néznek ám ki, ezek. Viszont ez a fél, szerintem ez menő. Nem? Ez nagyon menő. Ebbe lehet pakolni is? Nem hiszem, mi. Ugye megnézzük, hogy még esetleg még mit lehetne. Falra vagy valami csodát. Egy ilyen nagy óra azért menő lenne. Kuglibábuk, meg ilyen hülyeségeket is lehet. Basszus, beszarsz. Figyelj, kör lenne nekem egy ilyen. Ez egy nagyon vicces, ez csak ide fölvigyeszteli, hogy érted, hogy ez ilyen fun. Riktig nem fordítja be falra, oda, így. Így föl tudnám rakni oda, tök vicces, szerintem ez tök jó lenne. Ez az. Igaz, most ugyanolyan szírű. Jó, mindegy, azt nem rakom fel. Egyébként ezt kéne kidekorálni majd valami jóval, meg pittően kivilágítani. Jó, oké, gyerekek, föl kell upgrade-elnem, aztán nem is tökölök már tovább, mert biztos már utáljátok, jaj, nem ezzel a kalapáccsal, hanem ezzel. Fából lesz, fából vaskarika. Fölösleges szerintem másból. Megcsináljuk a tetejét, dobunk rá egy tetőt. Azt kész is vagyunk. És akkor be tudunk járni. Később egyébként szerintem fogok csinálni ilyen utat. Ott oda egy utat, egy ilyen gyalogutat. Meg esetleg mit tudom én ki az útra. Kár, hogy már nem lehet aszfaltot, igen lehetett. Mi nincs? Fringe farm? Vagy a frances emberért, ezt le kéne szkrepelni. Mennyi farm lesz? 48 lesz abból, hát azzal nem megyek el búcsúba. Ó, gyerekek, lehet, hogy befejezzük akkor a következő részben, mert már nagyon szabotálva vagyok, látjátok. Ja, egy ekkora garázs, ez tök jó lesz nekem. Szerintem bőven elég. Várjátok, biciklit is berakom. Meg hol van a motorom? Itt a motorom, a motoromat is berakom. Ez végül is így föl le... Ja, meg ide akkor le lehetne, kéne doboz, és akkor ott lenne a benzin, tudod. Meg mit tudom én, alkatrészek ilyen szerelésre. Alkatrészeket idehoznék. Ja, meg világítás kell, úgyhogy kell csinálnom majd egy csomó. Tudjátok mit? Fákját vagy valamit. Meg ugye az elektronikával is kéne foglalkozni. Na, ott a motor, itt meg a biciklő. Egyelőre ez a kettő. Szuper, tök jó.
Szerintem ez fasza. Meg ugye majd az autó is jön. Ja, hát ezt fel kell upgrade-elni, úgyhogy most egyelőre húzunk a francba. Szerintem itt el kéne menni majd fárvágni komolyabban. Viszont ugye beszéltünk arról, hogy meg kéne csinálnunk az armort, armorokat. Egyébként, hogyha túl hosszúak ezek a részek, akkor nyugodtan szóljatok, mert én nekem annyi az egész, hogy mit tudom, én játszok tovább, csak annyi, hogy megállítom, ezt új videóba kezdem el mondjuk egy óra után, szóval nekem egyáltalán nem probléma. Nyugodtan írjátok meg, hogyha úgy gondoljátok, hogy hosszú. Semmeddig nem tart ezen változtatnom, tényleg ennyi, hogy egy nyomok egy felvétel állt, utána meg egy új felvételt, és akkor beköszönök, ennyi. Nekem teljesen mindegy, hogy milyen hosszúak ezek a részek. Mármint, hogy kényelem szempontjából nem, engem nem zavar, hogy milyen hosszúak. Na, gyerekek, nézzük meg, ezek a magok vagy szídek, ezek hogy állnak. Egyébként, ja, a izére megint nem jut. Látjátok, és nem jut idő mindenre. Nem jutott idő. Ez growing-on van, vagy még mindig seed? Még mindig seed. Ez viszont... Az érdekes, hogy milyen, miért írja az, hogy seed? Valami nem stíbbel vele? Ez miért jelenti az, hogy seed? Miért írja, hogy seed? Nem tudom elképzelni. Oké. Na nézzük, hogy mi van itten még, most mit csinálunk éppen. Ja, hát fánk nincsen, és egyébként azt hiszem, hogy nincs is. Ja, nincs, de viszont akkor ültetni kéne, és azt lehet, hogy magamhoz is veszem, azt akkor tudni fogom, hogy ültetni akarok. Oké, itt meg szerintem odaégett már az összes hús. Ezt megállítjuk. Kész kajákat ide dobjuk. És szerintem, hogy... Ja, ez az armor, és akkor ez mit ad? Heavy armor ratinget ad, nézd oda, 8+3-at. Stamina per sec az zaválja, nem annyira. Mobility-t is csökkenti, meg a noise-ot növeli, durability is olyan jó. Ez egy nem rossz, csak várjátok, itt meg tudom nézni egyébként, ugye? Hol kell megnézni? Itt. Hogy? Van olyan, hogy heavy armor elvileg kellene valami olyasminek lennie. Armor. Heavy armorból tudok 5-öset. Gyerekek, heavy armorból tudok, ja, nem, 4-eset tudok, most is 5-öset fogok tudni. 4-eset konkrétan mindenből tudnék csinálni. Szóval ez tök jó. És ez mi ez, hogy ennyi fajta van? Athletic, Enforcer, Lumberjack. És ennyi fajta heavy armor van, ennyi fajta medium. És ez a primitív. Heavy armorból akkor ezek... Csak az, hogy melyik a legjobb, vagy van valami összefüggés, hogy egyik jobb, mint a másik, nem tudom, ezt nem tudom meg. Erre nem tudom, komolyan mondom. Mert oké, azt értem, hogy ezek a heavy armorok. Van a nerd, van a raider, van a nomad, meg van egy miner. Lehet, hogy másfajta bónuszokat adnak. Jó. De ugye most ezzel rákattintok. Akkor ennek mondjuk a... Mondjuk nézzük ezt a nördöt. Ugye, hogyha... Beültöm, akkor gondolom ennek az alkotó eleveit adja ki. És mik kellenek hozzá? Armor crafting kit, bazze. Mi a fasz? Nerd gloves. Nerd. És nerd. Gondolom másfajta izéket adnak. Másfajta statokat. És armor crafting, az hogy a pecsembe fogok csinálni? Na megint elég adagokat tűntöttem, baza. Armor crafting kit. Hát nem kell túl sok hozzá, armor parts kell hozzá, baza. Amelyik... Armor parts. Ez kell hozzá. Baza, akkor kell hozzá ilyen. És az armor parts-ot azt mondom, az anyámból tudom szerezni. Lehet, hogy szétszedem másikat. Nem tudok craftolni. Nem, ez nem craftolható cucc. Aha, de viszont szerintem, hogyha ezeket szétszedem... Egy darab lenne belőle. Csak nem szedem szét. És ebből is... Hogyha van armorom... Akkor minden egyből tudok ilyet kinyerni. Ezek például... Van egy ilyen raider outfitem. Ez viszont ez tök jó. Ez heavy armor ratinges. Durability is jobb. Csak most azt kell figyelnem,
hogy akkor heavy armorosak legyenek, ez például lightos. Ez olyan scrapre, ez is olyan scrapre, ez viszont akkor, ez egy 4-es, ez nem rossz. Úgyhogy akkor ezt föl kéne várolnom. Ez light armoros, ugye ez meg heavy armoros volt, amit fölvettem. Pillanat, ugye átnézzük itt a dolgokat, ez fontos. Hát azt a betyárul istenit. A bárdog ember megérkezett. Ja, hát akkor ez egy ütősebb. Mobility-t meg ilyeneket csökkent. Max durability-e jobb. Na jó, oké. Okay. Szerintem az jobb. Annyit kellene csinálni. Ja, meg a modolni kellene ugye ezerrel. Csak. Ugye megnézzük, hogy adnak mennyi izéje van, mennyi cucc fér bele. Nézzük ezt a modi. Be is csak kettő. Cosmetic slotot is lehet belerakni lóna. Jó, egyelőre mondjuk erre szükségünk van, az a baj, de viszont lehet, hogy ilyen másik mod kellene. Aha, athletic outfit. Jó, visszarakom. És lett 4 darab ilyen partom még. Mert ugye szétbontottam azokat, amik nem kellenek, meg szerintem akkor leszkrepelem ezt is. Jó, és akkor lesz pár ilyenem. És akkor tudok csinálni olyan parcot. Vagy ilyen kitet, mert ehhez kell. Ugye egy darab, abból is egy darab, meg a duct tape-ból is egy darab. És akkor meg tudom craftolni őket, sőt lehet, hogy neki is kellene állnom gyerekek, nem tudom, hogy csomó mindent kell csinálni, és kellene nekem duct tape. Meg mi volt még, ami kellett hozzá? Ilyen kit, az meg itt van benne. Hát az meg egy darab van. Nincs a izébe? A szervesbe vagy a szervetlenbe? Hát ez kurva jó. De hova tökön betűntek el? Tudok egy darabot csinálni. És a mondjuk egy nerdhöz mennyi kell? Ő kell négy. Meg ez is négy, meg ez is négy, úgyhogy ez elég nevetségesen sok. Úgyhogy akkor ezt elengedjük egyelőre. Várja, megnézem a izaimet. Meg se tudom nézni. Hol van a... Garázsomat akartam volna megnézni. A garázsomat, csak van, nem látok le oda. Ugye leesek azt, annyit érek el vele. Aha, itt van a garázsom. Oda nézzetek, ott van a bicikli. Viszont fáklyákat én rohadjak meg, hogy csinálok. Itt mi történik egyébként? Kocsoljuk már ki, fölöslegesen ne menjen. És a vasba itt csopjuk ki. Oké, idént akartam fáklyát egyébként. Torcs. Track. Mi kell hozzá? Zsírkő hozzá, rucikő hozzá, meg fakő hozzá. A ruci az a szerves kraftvovar, a zsír az meg azt hiszem, hogy a kaja alapanyagokban van érdekes módon, és akkor már tudja is el. Keeper, 11 darabot. És mi hiányzik, miből van kevés? A klott, mindig a klott, mindig a klottból van kevés, gyerekek. Jó, csinálunk néhány fáklyát, aztán kicsit kifáklyázzuk a dolgokat, mert elég olyan sötét. Jó, de jó lesz! Viszont tudjátok, hol raknék legszívesebben a fáklyát? Jó oldalra, hogy így világítsanak a dolgok. Meg kívülre. Vagy ilyen menően. Mert itt egyébként teljesen jól el vagyok. Fejlámpa miatt. Ja, fejlámpa miatt. Inkább egy ilyen dekorációs célja lenne nekem, nálam eznek a fáklya dolognak. Például, hogyha de lerakom, ugat azért az menő néz neki, nem? Csak az a baj, hogy elég nehéz leraknom. Ezt úgy tudnám lerakni, hogy rakok egy blokkot. Egy building blokkot. Nincs building blokkom több? Hova az anyám falagába raktam el? Tényleg nincs! Hogy mi van? Hova raktam? Azt mondjátok, elhasználtam mindet. Na, hova kellene rakni ilyen fuck you-t? A legsarkaira kellene egyébként, csak oda úgy tudok rakni egyfajta képen, hogy csinálok building blokkot, várjátok ezt le, akkor veszem. Oké.
És akkor kiállok oda, vagy nem tudom. Csak nehogy emiatt szakadjak le. Az akkora egy hülye vagyok egyébként, hogy mindig itt azzal szórakozok, hogy majdnem megdöglök. Fasza. Fasza. Az a baj, hogy ide kiugrasz, ez nem elég, hanem... Egyébként, ha ide kiállok, szerintem az is elég. Hova raktam? Nem a legvégére, hanem egyre beljebb. Ugye? Aha, így. Ez így menő lesz. Na, csináljunk még torcsot. Kellene néhány torcs még. A sarkokra kirakom. Hát engem nem érnek kell, hát köl az ilyen gyerekek. Egyébként úgy kéne, így egy kicsit egyszerűbben ki tudnom rakni ide meg oda. Aztán akkor nem kell itten tornáztom. Úgy. Oda. Megvan. Az összes sarokra rakok, és akkor úgy ez tök faszán fog kinézni. Oké. Okay. Úgy. Az a rendesen fosok egyébként, hogy leesek mindig. Sikerül elfelejtkeznem arról, hogy mi történik éppen, hogy itten a levegőbe tornászok 80 méter magasan, de néha, amikor eszembe jut, akkor meg ilyen rémálom így rám jön, hogy úristen, meg fogunk itt dögleni mindenki. Talán jó helyre rakom őket, ugye? Aha. Mindig egyre beljebb. Tervileg kell ide egy, meg majd kell oda egy. És akkor meg is vagyunk. Hú, bazze! Nagyon, nagyon fosok. Körbe is értünk? Szerintem igen. Végre. Hú, nőnek a kukoricáig, gyerekek. Jó, de jó! Growing. Ez is growing. Na most már nem seed, most már growing. Frankó. Akkor raktunk minden sarokra, ugye? Oda is, oda is, oda is, oda is. Hát legszívesebb... Hoppa, az a megint, megint. Úgy gyűlöltök szerintem, hogy lefefutkozok, mert nagyon kíváncsi vagyok a dolgokra. Meg akkor már rakok a garázsomhoz kettő fákját. Még úgyis van három, két oldalra bejárathoz. Igaz, hogy még kell majd fa. Jó, hát ezt a garázs be fogom fejezni a következő részben, mert nem bírom ki, hogy ne. Gyerekek, ez meg már megint két órás rész, mi? Fasz a gyerek vagyok. Megnézzük, hogy hogy néz ki. Hát nem is látszanak a fákják, Dick. Azt hittem, hogy jobban látszanak. Jó, hát ez ilyen pici pontok csak. Várjál már. Hát ez semmi. Lol. Ezt ki kell világítani majd nagy reflektorokkal. Mit tudom, a földről így fölfele tudod. Az úgy adná. Be lehet állítani őket? Úgy biztos valahogy igen. Jój. Nagyon-nagyon-nagyon meredek ez a torony. Mármint nagyon kemény. Jó, viszont ide dobok egy... Nem olyan? Egy ide, ide. Meg egyet ide, pont lehet, hogy levegőbe lesz. Igen, ez nem jó így. Úgyhogy ez nem oda lesz, hanem... Ide. És ide. Meg mondjuk középre ide. Csak pont nincs közepe. Már nem szimetria. De nem baj. Jó ez így, gyerekek. Így szerintem jó. Oh, igazi garázs feelingje lesz, nem? Igazi ilyen garázs, tök jó. És akkor, ja, kell csinálni majd izét. Dobozokat. Nem tudok dobozt csinálni? Miért nem tudok dobozt csinálni? Mi a neve annak? Igen. Csak néhány dobozt, és ezt meg ugye lerakom mondjuk valahova, és akkor oda, ide az ablak alá, és akkor tudok izelni. Tudok abba pakolni szépen majd.
külön mondjuk benzin. Lehet, hogy 3 is elég. És akkor... benzin. Lehet, hogy olyan, hogy... javító alkatrész. Javítás. Lenne itt egy olyan, hogy javítás. Nem. Benzin és javítás. Minek francnak kettő? Benzin plusz javítás. Benzin plusz javítás. És akkor ide meg rakjuk a különböző cuccokat. De én mindent elnevezek, bazza. Tehát a loot, nem is az kezdve, hanem loot. Close. És ugye nem is kell mindent felvinnem esetleg, hanem akkor itt tudom azt szabályozni, hogy tényleg azt csinálom, hogy azokat viszem fel, ami fontos. És akkor nem gond, hogyha itt maradnak lenn dolgaim. Szerintem az itt tök frankó, így megvan oldva. Benzin, izé, loot, tök jó. Rohadt jó. Szuper! Gyerekek, épül itt a project. A torony az konkrétan hibátlan. Van egy kicsi kis garázsunk, hogyha lesz autónk, az is szépen ugye befér. Helikopter lenne jó, és akkor ugye nem kéne azzal binkornom, akkor megoldódna az a problémám, hogy itt föl kell járnom. Azzal lehetne valamit még kezdeni pluszba. Egyébként az ajtót nem akarom bezárni, inkább jöjjenek fel, mint elkezdjenek ásni bármit is. Azért nincs ajtó bezárva, de fizet, de tök jó, hogy üveg van. Be van törve, öcsém, nagyon jó. Ja, nem tudok upgrade-elni sajnos. Nincs elég alapanyag. Na, jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Még egyszer fölmegyek, annyit megnézek, hogy fönt jobb lett a világítás. Nem bírom abba hagyni. Elég jó haladtunk ebben a részben, csináltunk egy csomó küldetést, lett motorunk. Meg garázs konkrétan így körvonalazódik. Mi volt ez a hang? Sikító zombi hangot hallottam. És ha nagyon elbúrjanzanak ettől a sikító zombik, akkor viszont... ez az, bazd meg. Sikító zombi gyerekek. Fönt a bázisomnál, bazd. Hogy a picsába? Fönt a bázison. Land claim block. Ezt meg izé megvan disznek, bazd meg. Sikító zombi dick. A bázisomba. Ugye futvalom szembe szívulomat kapok. Tele lesz zombival a bázisom, nagyon jobb új lesz. Nem, futott utánam dick az, hallod? Kettő is. Jó, az a szerencse, hogy azért itt azért ez a zombi horda váró, ez azért tudja a dolgát, nem? Hallod, azért ez egy kicsit, nem tudom, ez a sikító zombi probléma, ez nem a legbarátibb. Jó, mert az egyik az leesett, az szerintem az vissza fog futni. Meg lehet, hogy a haverja is. Viszont rohadt jól állunk, tök jól állunk. Ezt a bázist így felhúztuk körülbelül 3 rész alatt, vagy néhány óra alatt csak. Az előző az meg nagyon kényszenvedés volt ehhez képest. Itt meg menni fog majd. Lehet, hogy fel fog jönni még. De tök jó, mert annyit kell csinálnod, hogy ugye, hogyha jönnek enemik, hogy eljössz ide, aztán úgyis akkor lepotyognak meg minden. Ja, meg kellene csinálnom még majd ilyen turetet többet. Aha, megjöttek a zombik szerintem. Fölérnek. Tök durva egyébként, hogy fölballagnak, bazd meg. Figyeld, radi zombi. Az elment le. Az a radit azt kilőtte, hallod, azt nem is tudom, hol esetett le. Itt is egy radi, mi a f... és nem vagyok a gyerekek, de csúnya világ van, nem?
Hát az, hogy nap, vagy izé, hogy simán már rari zombik mászkálnak. Az egy valamennyire nem túl megnyugtató. Hol ütötte a falat? Hát a csém. Ez borzalom, ami így van. És akkor Ferike még azt mondta, hogy nem jönnek rám random zombik. Nem a francot, nem annyian vannak, mint a sár. És érdekes, hogy a sikítós miatt tüzeljenek. A sikítós miatt szórakoznak. Tehát nem vesznek észre alsó zombik, hanem a sikítóst azt nem tudom ide. Ezt rám küldi, vagy nem tudom azt, hogy működik ebbe a játékba. De ez nem úgy működik, mint ahogy eddig a Soulsért. Annyi egyébként megtörténik szerintem, hogy leakadnak egy idő után, mert ezek nem haltak meg. Nem szimplán leakadnak. Viszont ennél jobb bázis elrendezés szerintem nem létezik. Ez egy ilyen nagyon kompakt. Ezt egyébként nem is, ha nem is egy nagy torony tetejére rakod, akkor is ez tök jól működhet. Meg tök jól működik is. Ott láttam valamit, baze, ott egy ilyen bázis. Ja, úgyhogy ez fullosan működik ez a bázis. A gyerekek, ez tökéletes. Kicsi, semmi gond nincs vele, lepotyognak. Csalás az nincsen benne, egy deka se, mert ugye nem lebegő. Szerintem valamelyik fölért. Aha. Ez a radi, ez nem nyugszik. Ez hogy az anyjába csinálja, hogy ez a játék? Figyeljetek, elvileg az egyik oldalon látnunk kell, hogy... Kurva... Néni kéred be azok. Hogy elfutnak. Az a baj, nem látunk le, és ez egy kicsit zavar. Ja, hát ez egy kicsit problémás, hogy így... Nagyon sokáig tart nekik följönni. Ez viszont lehet, hogy érdemes lesz köpelnem, mert nekem jó van. Viszont most már legalább egy alkotó elemem, az heavy. Ez. Kicsit lassabban mozgok, viszont sokkal jobb. Ez milyen? Ez light. Egy csomó minden stat módosítói vannak. Például ezt be a kesztyűbe gyorsan van lockpickelsz. Tök durva. Ebben a cipőbe kevésbé sebződsz, amikor lezuhansz. Ez még nagyon primitív szar. Ja, de egyébként tök jó alakulunk már. Viszont ez a cipő, ez nem heavy. Ja, ez heavy. És van egyébként egy olyan statunk, hogy mennyi az armorunk? Biztos kell lennie, nem? Food, water, zombie kill, kilométer, mennyi? 213 kilométert tettünk meg. Mennyi a leghosszabb élettartamunk? Viszont azt miért nem írja, hogy mennyi az összes armorunk, vagy valami ilyesmi nem kell lennie? De itt van armor rating, 60 az armorunk. Itt van, hogy crit resistünk mennyi? Aha. Tök jó. Cold resistünk. Mobility-nk az 86%-os, ugye, mert nem leviszik ezek az armorok, de esélyes, hogy ugye, hogyha rakunk rá még skill pontot, akkor az változni fog. Meg ott van a damage-ünk is. Meg a block damage-ünk is. Meg ott van az attack speed-ünk is. Jó. Oké. Talán most már elnyugodtak. Meg én is elnyugszom, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Következő részben folytatjuk a kalandokat. Hát látjátok, hogy itt nagyon kemény az a hely. Egyébként nagyon fura, hogy ilyenek futkoznak. Ilyen radizombok rohangálnak már össze-vissza. Na, köszi szépen a figyelmet. Jók legyetek. Sziasztok!